És elindítottam az OBS-t is, úgyhogy gyakorlatilag mehet. Meg... Aha, szia! Üdvözlök! Ugye a Youtube-ra, a kis csatornámra szerintem releváns is volt, hogy ezt összehozzuk. Nem tudom, mennyire gondolod ezt, hogy... Ó, hát én nagyszerűnek találtam azt, úgyhogy én, én nagy örülök neked. Uh -huh. hát, tényleg, de. A, a a hangvétel ahhoz képest, amit, amit általában kapok, ahhoz képest szerintem az korrekt volt. Úgyhogy Mesélj egy kicsit, milyen hangvét, hangvételű üzeneteket tudtál kapni? Ó, hát ö, most lehet, hogy ne, nincs hozzászólás, de bármikor, a, ha megnyitnád, akkor mindig a, a nagy része ezeknek a hozzászólásoknak arról szól, hogy, 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 menjek vissza az iskolába, meg, meg ez összeesküvés elméletek, és elmebeteg, meg ezek a, ezen a vonalon mozog az egész. Az ritka, hogy valaki készít egy olyan videót, mint ez, ami itt van a képernyőn, ez a Meredek YouTube csatornák infobába. Az ritka, hogy valaki próbál legalább nyitott maradni arra, ami, Amiről, amiről beszélek, vagy legalább valamilyen szinten elismerni azt, hogy nem nincs tisztában teljes mértékben azzal, amit, amit mondok. Most nem azért, mert nem érted, hanem mert nem hallgattál elég videót, és akkor így nem vagy tisztában vele. Szóval ez nagyon ritka, hogy... Na jó, de azért azt valljuk be, tehát egy olyan videód után, amikor kielemzett, hogy az ember, mit tudom én, mennyire primitív, vagy mennyire buta, tehát egy átlagember ezt nyilván magára veszi. Olyan szinten, hogy most te megnézted az én videómat, ebben azért én kifejtem már, több mint egy órában, hogy mégis mit gondolok, hogyha mondjuk lehet, hogy ők is ki tudnák fejteni, akkor lehet, hogy nekik sem csak az jönne le, vagy számodra nem az jönne le, hogy konkrétan ez a véleményük, hanem belesűríteni három mondatba az, hogy ebből mi a vélemény, nyilvánvalóan össze zsugorodik egy, egy olyan tényezővé, hogy az egész egy fikázásba megy át. Tehát így értem, miről beszélek, hogy én végül is beszéltem róla egy órát, ők nem tudták kifejteni egy órát, hogy mivel is nem értenek egyet. Lehet, hogy szofisztikáltabb Hogyha ez az ember kifejezi. Már most nem azokra a kommenteire gondolok, amikor tényleg teljesen offenzív az egész, hanem azok, amik így tényleg nem is akarják megérteni, hogy mit mondasz, hanem csak belekötnek egy-egy mondandóba. Nem tudom, így érted-e, hogy konkrétan mire szeretnék utalni. Tehát így az emberek nem nagyon tudják kifejezni azt, hogy mit szeretnének. Tehát nem feltétlenül támadás, hanem csak így megpróbáljuk összesűrésíteni azt a. Azt a ö, Végkifejletet, amit ugye leszűrtek a te videódból, mikor te is elmondod azt róluk konkrétan, hogy nem ismerik az igazságot, nem ismerik a, 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 a valóságképük teljesen más, meg meg elkározzam, te is mondasz olyanokat, amit ugye az ember magára tud venni, hogyha nincsen teljes ismerete, főleg a elképzeléseiddel kapcsolatban. Abszolút. De hát legalább te megnéztél néhány tucat videót, hogy az egy óriási különbség. A másik meg az, hogy én, én úgy gondolom, hogy ez az igaz, vagy nem az, hogy úgy gondolom, hogy ez az igazság, amit én ott elmondok. Szóval a, a többségük, tudatlan a többségük nem ismeri az igazságot. Én nem azt mondom, hogy én mindig ilyen voltam. 5 6 évvel ezelőtt, amikor én ráébredtem arra, hogy mikor a kutatás elvezetett odáig, hogy van valami, akkor ébredtem fel én is én abban voltam amiben ők vannak most de azt elismerem hogy meg szerintem mindenkinek el kell hogy azért a hangvétel én így kezdek változtatni a hangvételen, szóval az évek során azért változott sokat amikor beszélsz azok a kezdeti videók amikor volt ez a sok uh, tudatlan meg ostoba dolog mostaniakra ez már nem jellemző amiről én próbálom azt most átadni, hogy a tudatlanság az, ami a problémát okozza, de a, a, tudatlanságot az nem olyan nagy... Szóval érted, ha egyszerűen tudatlan valaki, akkor tudatlan, ezt el kell ismerni, és akkor azon lehet változtatni. Én nem azt mondom, hogy, hogy óstobák, vagy, vagy akármi. Rengeteg nem. van köztük, de érted, hogy a tudatlanság az, azon lehet változtatni. Teljes mértékben megértem. Figyelj, na, akkor szerintem teszteljük ezt a tudatlanságot, Nézzük. jó? Nézzük, figyelj, felteszek egy pár kérdést, lehet, hogy egyébként így a nézőid számára eléggé profán kérdések, vagy ilyen egyszerű kérdések, lehet, hogy mi is válaszoltad már őket valamelyik videódban. Azért azt hozzá kell tenni, hogy az összes videódat nem láttam, tehát azért teljesen Ez objektív nem volt az, az én kifejtésem abban a videóban, de én szerintem teljesen objektívek nem is lehetünk semmivel kapcsolatban. Legalábbis én így látom. Nem tudom, melyikkel kezdjem, van egy pár. Mindegy. Figyelj, nem Aha. akarom túlbonyolítani. Mondj egyet. Egy nagyon egyszerű kérdés. Először is tisztázzuk a te vallásodat. Van ennek-e valami, valami konkrét neve, valami konkrét irányzat? Ez, ez mi, hogy nevezhető? Tehát van a, mit tudom a kereszténység, van a zsidóság, van az iszlám, van ez. Te konkrétan te mely, melyik vallásba hiszel? Milyennek a, a konkrét neve? Értem igazán, hogyha szeretnél egy nevet ennek kitalálni, vagy ha valaki szeretné ezt nevesíteni, akkor én azt mondanám, hogy Izraelita, azt, ahogyan te is kitaláltad, mert azt hiszem, hogy említetted ezt, hogy honnan, azt nem tudom, de én nem adnék ennek nevet, hiszen az írásokban nem nagyon van. Izraelita az maga az, aki követi a torát és elfogadja a megváltó Jehusa üzenetét, illetve az ő áldozatát. Ez, ez az a ez, ez Izraelita, És akkor Héber az ugye Ábrahámtól a leszármazottja, szóval Héber Izraelita lehetne a neve, de azt nem mondanám, hogy vallás, úgy semmiképpen nem állnék hozzá, mint a vallás. Még csak annyit villám gyorsan, hogy van rengeteg eszköz, amivel az elit, illetve azok, akik uraják és irányítják a világot, Urálják és irányítják a világot. Ezek, amit úgy ismer az emberiség, mint a tudomány, a vallás, a politika, a média, a szórakoztatóipar, az oktatás és a gazdaság. Ezek azok a, az eszközök, amikkel az egész világot ők uramok alatt hajtják gyakorlatilag. A vallás ennek egy eszköze, úgyhogy minden vallás hazugság. A kereszténység ezek közül az első számú de az összes többi, iszlám, judaizmus, teljesen mindegy. Mindegyiket az emberek találták ki az ellenség vezetésével. Jó, de így ennek a világban van egy konglomerátuma, tehát van egy, van egy szerveződése, vagy ez, ez, a saját vallásod, ez a saját úgymond nem kitalált, de mondjuk, hogy most hagyj fogalmazza ki, tehát a saját ö, kitalált vallásod végül is akkor, nem? Tehát... Hát lehet, hogy szélrevezetőbb mondjuk azt a vallást elhagyni az egészből most nem azért hogy engem sért vagy sem hanem hogyha el tudunk mozdulni attól hogy ez egy vallás az, az közelebb visz minket az igazság hogy egyrészt másrészt meg nem egy vallás olyan értelemben ahogy az emberek gondolnak magára a vallásokra ez hogyha valaki ismeri vagy olvassa amit amit a világ bibliaként nevez vagy bibliának nevez akkor abból egyértelműen kirajzolódik számunkra egy út, amit a világnak a teremtője nekünk kijelölt. Ezt az utat járom én, azok, akik követik ezt a csatornát, illetve rengeteg más ember a világon, akiktől én tanultam, illetve akiken keresztül az információ eljutott hozzám, de nincsen egy közös szerveződés, és szerintem az nagyszerű, hogy nincs, ugyanis így nehezebb félrevezetni az egészet minél nagyobb a, cso a csoport, annál egyszerűbb félrevezetni, és ezért nincs is ebből egy egy egység, hiszen nem lehet, mert azért árnyalati különbségek vannak. De rengeteg ember van, aki ezt az utat járja, így, ahogy én megfogalmazom. No, tehát akkor akkor nem definiálnád magad így a vallásokhoz, tehát így ne, nem nem szereted ezt a definíciót rágatni a te nézetedre, hogy, hogy ez egy vallás. Konkrétan akkor nem, nem vallás, hanem... Nem segít, jó, értem igazából. Már úgy Na, jó, értem, fél, hogy igazából... ha ez ha, csak egy. egy kif... Én én imádom ezt a definíciókat kikeresni, szóval megnézhetnénk, hogy mi, mi a vallás, de a vallásnak az a lényege, hogy hogy ez úgy, mint teológia, az, hogyha ismeri valaki a teológia fogalmát, a teológia az, az a teremtőt, vagy Isten megismerése a, a logika és a filozófia segítségével ez egyik se, amit én csinálok, szóval én nem használom se logikát, se filozófiát, én azt használom, amit le van írva, ami abban van, az az igazság szerintem, abban nincs se logika, se filozófia, míg ez a vallás pedig az, ami, ami, amit az ember így kita, ami a vallás az, ami az ember szerint a teremtő akarata, vagy amit ő akarhat, és akkor ahogyan megközelíti az ember. Én nem, nem így közelítettem meg, én úgy közelítettem, hogy mi az, ami le van írva. Jó, tehát akkor ott tartunk, hogy akkor egy izraelita vonalon mozogsz, de akkor mondhatjuk azt, hogy azok a dolgok, amiből te összeállítottad ezt a csúnyán fogalmazva hitrendszeredet, ez, uh -huh. ezt végül is valamilyen szinten különböző vallásokból is merítetted, nem? Tehát sokszor idézel például iratokból, sokszor olyan... olyan olyan, öm, hogy mondjam, olyan referenciáid vannak, amik, amik a vallásokból lettek áthozva abba a világnézetbe, amit te vallasz. Tehát akkor, de mégsem vallod akkor magad a vallásosnak. Attól függ, ő... hogy mi az a példa, amit mondasz, vagy hozzol, és akkor, ha van valami konkrétum, akkor megbeszéljük, de így nem tudom, hogy mi az, ami más vallásból érkezik ebbe, amit én mondok. Hát a, a, az izraelita vallásban lévő, például a Mózes, vagy, vagy a, a különböző ilyen kinyilatkoztatások. Mint a Biblia. Mint a Biblia. Igen, a, a, igen vannak olyan, olyan szegmensei, amik ugye le vannak írva, amivel más vallásban lévő emberek is hisznek. És ja, te is elmondod, és arra hivatkozol. Így van, így van. Uh, de, 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 tehát, tehát akkor végül is hivatkozol olyan dolgokra, amiben más vallásos emberek is hisznek. Azt hiszem, hogy fogalmazhatunk így. Igen. Ja, de én, mi se, de mi se vagy vallás. Én így van, én nem azt mondom, hogy én találtam fel a csövön a lukat, hogy, hogy senki nem érti azt, amit én mondok. Rengeteg ponton egyezünk, a, akár a kereszténységgel, vagy a judaizmussal, de még az iszlámmal is. De az egészében nem. Természetes, hogy az, hogy ne ölj, például az benne van a világ törvénykönyvében is. De azt az én nem mondanám, hogy a világ az egy vallást követ. Az csak egyszerűen egy törvény. Sok mindenben Jó, igazán... megegyezünk. Szóval van átfedés, van, van közös metszet. Értem. Jó, tehát akkor az első kérdésemet, ahol első el se jutottunk, akkor az kis is húzható, mert azt mondtam, hogy egyáltalán vannak ünnepekkel a te vallásokban. De hát akkor vannak. Nah, Na, de, mesélj, ünnepek én, én ezt mondom neked, hogy én, ez, én, a, én az írásokat követem. Én hogy használjam azt a szót, hogy írás. Szóval minden, szó, amikor írásról van szó, az a Bibliát Bocsánat, jel... bocsánat nem vallásod, hanem, hanem hitrend. Oh, ezzel nincs jó? gond. Ezt az, az nehéz megszokni, szóval ez nem probléma. Természetes, hogy vannak ünnepei. A teremtő, a a, a, a neve. Vagy ha valakit izgat, hogy miért Jahua a neve, Azért, mert 6932-szer szerepel ez a kifejezés, hogy jahua, a hua az írásokban csak úrként fordítják. Most, ha aki látja a képen őt, az, az tisztában vele, hogy mindennyiszer, ahol úr van a magyar nyelvben itt, az a héberben, az, az úgynevezett Tetragramaton, jod, hely -hé -hé, ami a Hua így kell kiejteni. Most ez, el, nem akarok elkalandozni ebbe a, a nyúl üregbe lemenni, de. Van egy eredeti nyelven ezeknek az írásoknak, az pedig a Héber, és amit olvasunk, mi az magyar fordítás. De ha, ha már az ünnepekről van szó, ő az, aki kitalálta az ünnepeket, mikor megteremtette a világot, a sabáttal, vagyis az úgynevezett szombatnappal a magyarul. Ezzel kezdődik az egész írások. Ez egy mozgás második fejezetben leírja, hogy. hogy mikor elvégezte a munkáját, akkor a hetedik napot külön választotta. Ez az, amit úgy ismersz, hogy szent, ami külön van választva a többitől. Szóval van a hat nap, és a hetedik külön van választva, az egy más jellegű nap. Szóval ő az, aki kitalálta az ünnepet. Szóval inkább azon kellene elgondolkozni mindenkinek, hogy ő miért ünnepel bármit is. Mi az, amit gyakorlatilag ünnepel, amikor bármit is ünnepel, mikor nem azt ünnepli, ami itt meg van határozva. Aztán, hogyha haladunk tovább, és ezzel befejezem, 3.23-ban leírja az ő nagy ünnepeit, amiből van hetes darab nagy sabát egy évben. Úgyhogy természetesen, hogy vannak ünnepei, hiszen ő az, aki kitalálta ezeket az ünnepeket. Ez mellett minden hónap első napja az új hónap szintén egy ünnepnap, egy sabát, és természetesen egy alternatív naptárt használunk ehhez, nem a Gregorián naptárt. Szóval persze, hogy vannak ünnepek. Na, ez ugye csak abból, abból, jött, hogy hallottam pont ma egy, egy videódban említetted, hogy a Mikulás, meg ezek az ünnepek, ezek hát nem éppen egy elfogadható, elfogadható eventek részedről, annyira nem szereted ezeket a, ezeket a dolgokat megünnepelni. Ugye, mint a kisgyerekek nagyon szeretik például karácsony, meg ez aztán Kicsit így lehúztál ezzel, de mindegy. De nézd, de... csak egyet -egy, hagyd kérdezzük villámgyorsan, akkor mi az, amit ö, ünnepel az, az ember, hogyha mondjuk mi az, amit ünnepelsz, amikor azt mondod, hogy télapó, a télapó hazugság, ez a videó amúgy, ö, hogy mi az, amit egyáltalán ünnepel az ember, mikor télapó van, vagy, vagy, vagy Öm, karácsony, vagy nem én tudom. Úgy, ö, igazából, én úgy érzem, hogy ez szimplán kulturális, tehát én nem hinném igazából, vannak, vannak időszakok, vannak olyan napok, amikor az ember ünnepel valamit, igazából itt nem is fun itt a funkcionalitáson van a hangsúly, én szerintem nem is a háttér én, én az embereknek a 99%-a nem azért ünnepli a Mikulást, mert én szerintem lenne abban bármilyen uh -huh. uh, hátsó sztori, hanem ez, ez csak egy ilyen kulturális dolog, ami így beintegrálódik az emberek minden napé, vagy <kül> évben egyszer. Én szerintem ebben annyi, is, hogy mondjam, rossz dolog, vagy olyan szintű, olyan szintű ö, probléma nincsen, ahogy azt abban a, a, a videódban kifejtetted, de ezt mondom, ez mondom, ez, ez, az én véleményem. Ö, szeretnél erre elfektálni, vagy, vagy ugorhatunk hát csak a annyit, kérdésre. hogy, hogy természetes, egyrészt most hagyd mutassam meg mindenkinek villámgyorsan, mit jelent a kultúra, és tudom, hogy csak azt akarom elmondani, hogy Biztos vagyok benne, hogy az, amit én képviselek, az egy, az egy szélsőséges vallási irányzatnak minősül már most, de a közeljövőben annak fog minősülni. Szóval én nem, nekem nincs felől kétségem, hogy mindenki, aki hallgatja ezeket a videókat, arra gondol, hogy ez egy vallási fanatikus. De azt akarom mondani, hogy ez miért is lenne ez probléma? Úgy értem, hogy én nem ártok senkinek azzal, hogy, hogy én ezt az utat járom. Ezt most csak zárójelben elmondom, de ez én részemről, ahogy én tekintek erre az egészre, minden, amit a világ elért, az értelmetlen számomra. Sem értéktelen, inkább így fogalmazok. És az, hogy, hogy ez hogy hangzik, vagy Tudom, hogy durván hangzik, meg tisztában vagyok azzal, hogy, hogy pont ez okozza azt, hogy úgy gondolnak erről, hogy, hogy ez szélsőséges, de ez nem változik meg attól, hogy én, vagy hogy ki, ki mit gondol. Én továbbra is azt mondom, hogy a világ az gyakorlatilag nem tud hozzájárulni senkinek, a, a spirituális életéhez semmivel. És ha már a kultúrát említetted, a, ez a alchénum.nl-t ajánlom mindenkinek, hogyha valaki definíciókat keres. A kultúra azoknak az anyagi és szellemi értékeknek az összessége, melyeket az emberi társadalom létrehozott a története folyamán? Műveltség, művelődés. Anyagi értékek, elsősorban a társadalom vívmányainak összessége a tudományban, a művészetben, az állami és a társadalmi élet megszervezésében, szokások és erkölcs terén. Ez zéróval járul hozzá a, ahhoz, amit a Teremtő akar tőlünk, nullával. Ami, ami az embereknek a vívmánya, amit mi összehoztunk magunktól, az nulla, az semmit nem ér az ő szemében. És ez pont teszi ezt az egészet szélsőségessé, de ha érdekel valakit, Saul vagy Pál leírja a római levélben, hogy hogy mert bár Elohimet vagy Istent megismerték, mindazáltal nem, mint Isten dicsőítették, sem neki hálát nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban hiába valókká lettek, és az ő balgatag vagy ostoba szívük megsötétedett, és magukat bölcseknek valván balgatagokká lettek. Azért, mert mindaz, amit mi elérünk, az nem ér semmit az ő szemében. És ha belegondolnál, vagy bárki belegondolna őszintén, akkor rájönne, hogy a technológia, a tudomány, az oktatás nem adott hozzá semmit az életünkhöz. Se nem jobb az életünk, se nem egyszerűbb, se nem élünk tovább, mint régen, se nem vagyunk boldogabbak. Hát ezt most egy sokkal, nyobb, tág, sokkal tágabb perspektívából válaszoltad meg, mint amennyire kérdeztem. Ne egy vagy konkrétan vagy. egy Ja, semmi, semmi gond, csak konkretizálni szerettem volna, tehát, hogyha a kisgyerek, mit tudom mikuláskor kibontja az ajándékát, vagy mi azt megünnepeljük, vagy karácsonykor, szimplán azért, mert ez egy szokás, akkor azzal semmivel nem járulunk hozzá a, ahhoz, hogy mi előrébb jussunk a megvilágosodásba, vagy a, igazunk. Jó, e, oké, értem. Igazából, teljesen, teljesen tiszta. Még egy dolgot hagy, akkor erre, hagy mondjak. Mindenki azt szolgálja, Akinek az instrukcióit betartja. Ez, ez a szolgának a lényege, nem? De. Akkor, ha ez. én azt csinálom, ami itt le van írva ebben a könyvben, az azt jelenti, hogy én azt szolgálom, aki ezt lediktálta. Ha valaki azt csinálja, amit a világ diktál, akkor az a világot szolgálja. Nem? Értem. És, és bár lehet, bocsánat, csak még annyit, hogy lehet, hogy neked az életedben, vagy a te felfogásodban ennek nincs jelentősége, de hogy lehetséges az? Én, én kinéltem Angliában, meg nem tudom, hogy biztos jártál te is külföldön. Hét évig ráadásul. Cipruson is voltam, vagy hét hónapot. Karácsony, meg télapó mindenhol van. Hogy lehetséges az, hogy a karácsony, akkor ez a télapó karakter, a húsvét, a Valentén nap, Halloween, ezek gyakorlatilag majd, hogy nem mindenhol a világon ünnepek. ünnepelte az indiai kint Londonban, a kínai, az angol, a magyar, a bolgár, mindenki. Azért, mert a világ egy ritmusra jár. És az naív azt gondolni, hogy ez csak egyszerűen a, a véletlennek az eredménye, hogy, hogy, minden ország elfogadja ezt a ezeket az ünnepeket. Szóval miért nem néz mögé valaki, hogy mit is jelképeznek ezek az ünnepek. Én azt értem, a jelentőségét viszont nem értem, hogy miért is kéne. Tehát, hogyha egy nagyon egyszerű dologról beszélünk, egy, egy olyan dologról, ami évente egyszer megtörténik. Tudja a gyerek, hogy december 6-án reggel föl kell, akkor a csizmába lesz neki a, a csokoládé, a, a kinder, csoki, meg a mit tudom. Ez. Tehát ez mögé, nem tudom, hogy mennyire van érvény annak, hogy ez mögé nézünk, mennyire befolyásol az bármit is, mert ha nem nézünk ez mögé, akkor, akkor mennyivel vagyunk kevesebbek, mint hogy elkezdjünk azon teorizálni, hogy ez most egy jó cselekedet hozzáteszem. Ö, le van az valahova, bárhova is írva, hogy ezt mondjuk nem szabad. Ó, hát végtelen helyre le van írva Jeremiás tízes fejezet, azt mondja, hogy a pogányok útját el ne tanuljátok. És az égi jelektől ne féljetek, mert a pogányok azok, akik félnek azoktól. Most mutatok valamit, figyelj! Mert a népeknek a báványai az hiába valóság. Az erdő fájából vágják azt, ácsmester kezei készítik bárda, ezüsttel aranya megékesíti azt, szegekkel, pörölyökkel megerősítik, hogy le ne essen. Olyan, mint az egyenes pálmafa, nem beszél, viszik, hordják őket, mert mozdulni nem tud. Nem, ez nem úgy hangzik, mint a karácsonyfa? Le van írva, hogy ne csináld. Mert ezt csinálták az kezdetektől fogva. A... De figyelj, mutatok még egy, egy, dolgot, csak hogy, hogy mennyire, hogy minden, am, amit a világ csinál, az mind az ellenkezője annak, ami, ami le van ide írva. Mi, minden. Akármit is kérdezel. Azt mondja, mert ők is építenek maguknak magaslatokat, ez egy király 14-23. És faragott képeket, Aserákat minden magas halmon és minden zöldellő fa alatt. Nem ez történik minden karácsonykor, hogy minden zöldellő fa alá tesszük be fel az ajándékot? És ebből van húsz, ami erről beszél, hogy ezt hagyjuk abba, ezt a zöldellő fa alatt való bohockodást. És még egy dolog. Minden ünnep az embert ünnepli. Minden ünnepen magunkat vagy egymást ajándékozzuk meg kivétel nélkül. Valentin nap, Halloween, karácsony, télapó, húsvét. Mindig magunkat ünnepeljük, kivétel nélkül mindig. Mi vagyunk azok, akiket megajándékozunk, mi vagyunk azok, akik eszünk, eszünk senki nem gondol semmire, csak csinálja automatikusan. Azért, mert a világ diktálja, hogy mit csinálj, és hogy mit csinálnak az emberek. Ad egy ritmust ezek az ünnepek az évnek. Úgy jár mindenki, ahogy a világ fütyül. Azt mondja, hogy vasárnap a szabadnap, és karácsony szabadnap lesz, és március 15, és május 1, amik közül mindegyik pogány ünnep, hogyha valaki utána néz, 5 perc alatt kiderítheti, hogy május 1 az mihez kapcsolódik. A március 15, a tavasz kezdete, ez mindig is pogány ünnep volt, karácsony a Szaturnália, Télapó, meg a Szent Nikolász, amit látod ott, ezek mind szenteknek az ünnepe. Lupercália, nap, kezdetektől fogva volt ilyen ünnep, a, a karácsonynak minden egyes eleme visszavezethető a pogány ünnepekhez, és megmondta, hogy ne tanuljátok el a pogányoknak a, a dolgait, mert nincs értelme, szóval ad egy ritmust neked az, hogy hogy dolgozol, a világ az, aki megszabja az életedet, szóval ez több annál, mint hogy csak egyszerűen, de nehogy azt itt, hogy hibáztad, szóval nem azt gondolom, hogy, hogy hogy te most egy rossz ember vagy, vagy bárki, aki ezt csinálja. Nem erre akarok kitérni. Azt akarom mondani, hogy érdemes utána nézni a dolgnak, és egy más perspektívából, vagy a teremtő határozza meg az életét, pusodat, vagy a világ. Ő megmondta, hogy a sabát a szabadnap, a világ meg megmondta, hogy vasárnap a szabadnap. Szóval uh -huh. akkor ennyi. Jó, értem. Jó. Ö, teljesen érthető, most. El... Még a kérdések órája van, úgyhogy ebben okay. most nem nagyon mennék még bele. Mm, Ö, jó. Fú, itt az igazság az, hogy annyi van, hogy egy csomót már megválaszoltál, szerintem már a itt számára és hogy teljesen utas lenne. Jó. Ö, figyelj. Ö, Aha. Mi ez a szűrő? És én szerintem, ezt most egy bővebben ki is fejteted, mert szerintem ez az alapja az egésznek. Mi az a szűrő, ami alapján te eldöntöd, hogy azok az információk, mint a, mit tudom, a környezet illeti, azok, azok igazak-e, vagy sem, például, mint ahogy én sem, te sem láttad például a Földet még kívülről. Mi az a szűrő, mi az, mi az, a, mi az a, tapasztalás, ami, ami szerinted a te esetedben sokkal legitebb, mint más, más uh, részéről. Tehát, hogyha te azt mondod például, hogy a Föld az lapos, vagy azt mondod, hogy, hogy nincsenek műholdak, úgyhogy uh, gyakorlatilag te sem tapasztaltad meg a fizikai valódban azt, hogy ez tényleg Persze. így van meg mi az a szűrő, ami által mégis azt mondod, hogy a másikat teljesen elveted, ezt viszont meghagyod, és ebbe teljes mértékben hiszel. És ez um, nem provokatív a kérdés, hanem csak mi az a dolog? Tehát most, és most nagyon szépen, ha meg, meg tudnak kérni. arra, ne, ne, a, ne az írások, hanem tényleg Értem. próbálják meg a, a fizikai hogy mindenki megértse, mert például az én nézőim azok nem feltétlenül gondolják. Nem mindegyik gond, nem tudom, hogy hányan, nem gondolják azt. Hogy például a Föld az lapos. Viszont kíváncsiak arra, hogy te a megtapasztalásod alapján, hogyha most például behozzunk más vallásokat, azt mondják, hogy nekik van egy megtapasztalásuk, egy karizmatikus megtapasztalásuk, megjelent például Mária, vagy megjelent Jézus Krisztus, megjelent Isten, ők arra tudnak hivatkozni. Más vallások meg másra hivatkoznak. Ennyire nem szeretném ezt leegyszerűsíteni. Nagyon sokszor belemész a tudományba, belemész a dolgokba, amikor tényleg így megnézek videókat, és kifejtik azt, hogy mi miért van, de számodra mi az, így, hogy itt vagy, ott tűz például a szobádban, uh -huh. és te mégis úgy gondolod, hogy nem lehet gömb a föld. És ez most csak egy példa, nem akarom kérdezni most a lapos földre, hanem na mindegy, de nem akarom túlhúzni a kérdést. Érted. Ó, ez, ez rémesen egyszerű az egész a, a válasz erre a kérdése. Aki a tudományban hisz, az tudományhívő. Aki a Bibliában hisz, az meg Bibliahívő. Az kész. Ez ez ennyire egyszerű. Ők sem tudják nekem bebizonyítani, hogy a föld gömb, szóval miért higgyem el? Ők sem tudják bebizonyítani, hogy egy nap egy hal kisétált a vízből, és annak már volt lába, és aztán egy nap az már gyík lett. De, de bárki, aki ezt elhiszi, azt szerintem hát hogy most nem akarok segítse bántani, de hogy lehet azt egyáltalán komolyan venni, hogy most aki, aki bármit is tud a természetről, vagy Ugye az emberi szervezet felépítéséről. És tegyük fel, hogy a mutációk milliói kellettek ahhoz, hogy az ember kialakuljon. A, a mutációnak, a mutáció mindig degradáció a, a természetben. A, a mutáció sosem pozitív. Ez után utána bárki, és rá fog jönni erre. Ez az egyik. A másik, most csak az evolúciót akarom bemutatni, hogy mindenki, aki abban hisz, az evolúció hívő. Ő se tudja bebizonyítani nekem, mint ahogy valószínűleg én sem fogom tudni. Szóval én ezt válaszom, hogy ebbe hiszek, ők meg az embereknek hisznek. De ahhoz, hogy egy halból egy nap gyík legyen, ahhoz az kell, hogy vagy béka, vagy nem tudom mi a következő, de valami lábas dolog kell, hogy legyen. Az, ahhoz szükség van arra, hogy az a négy láb megjelenjen rajta egyik napról a másikra, különben haszontalan lenne, hogy a vízben van négy lábom, és közben még tüdőre is szüksége lenne. Mert ugye a vízből nem tud kijönni, csak a tüdeje van. Mi szüksége a halnak lábra meg tüdőre, mikor még a mondás is azt mondja, hogy én mint hal a vízben, ami azt jelenti, hogy tökéletes abban a közökben, amiben mozog. Szóval nincs szüksége lábra. Tehát nem növeszthetett lábat, mert nincs értelme annak. Nem kellhet, hogy kijöjjön a vízből, hisz addig is elélt valahogy. Érthető, hogy... Vagy... Szóval nekem nem kell bebizonyítani senkinek, maga a teória nevetséges, hogy hogy mi akármilyen akármikből alakultunk ki, plusz hogy kezdődött az egész ugye azt mondják hogy volt a semmi és aztán egy pontban volt ez és felrobbant 13,8 milliárd éve jó miért a bizonyíték hogy ez így volt semmi abszolút zéró semmi ezt el kell hinni, azt mondja valaki hogy gömb a föld azt ugyanúgy el kell hinnie, hiszen sose látta. Látta ezeket a, az animációkat, meg, meg a csillagokat, vagy a, a, a nemzetközi űrállomást, meg, meg az összes rajzot, amit arról mutogatnak, meg, meg azokat a, a, mik azok, azok a filmek, amik a moziba mennek, meg össze-vissza. De azon kívül, ha bárki most kimegy az utcára, felnéz az égre, Soha eszébe nem jutott volna, hogy ez egy gömb, ami pörög, forog, meg kering mindenhol elképesztő sebességekkel. Az, az jött volna le, hogy itt állunk, fölöttünk van egy nagy búra, amin vannak ilyen fények. Mint ahogy a planetárium működik. Szóval nekem meg kell erőszakolni a tudatomat ahhoz, hogy elhiggyem, hogy amit látok, az nem igaz. Minden, ami körülvesz engem bizonyítja azt, hogy ez, ez így lett kreálva ezek a dolgok azért működik olyan tökéletesen, meg csodálatosan hogy az emberi test, mert ez így lett kitalálva. Ez nem, véletlenszerűen nem tud több mint 200 hormon kialakulni, ami aztán tökéletes harmóniában szabályozza ezt a rendszert. Hogyha valaki ismeri az emberi testet basic szinten, akkor ez nyilvánvaló kell lennie, hogy a szív nem tud mutáció során kialakulni. Az egy olyan precíziós rendszernek a része, amit össze kellett, hogy rakjon valaki. Ez lehet, hogy egy szimuláció, vagy ki, mit tudom én, hogy ki mit akar hinni, de olyan nincs, hogy ez véletlen szerűen jön létre. Szóval, én úgy gondolom, hogy nem tud senki bizonyítékot nekem mutatni arra hogy nem úgy van, ahogy én mondom, mint ahogy én sem tudok nekik bizonyítékot mutatni arra, hogy úgy van, ahogy én mondom. Én ezt választom, hogy én ebben hiszek. De még egy dolgot végezetül, az pedig az. ami ami szerintem csodálatosan ezt összefoglalja, ez ismét csak Pál vagy Saul írása, és most bocsánat, hogy ezt föl kell olvasnom, ez a korintusi, első korintusi levél, a hármas fejezet. Azt mondja, hogy senki se csalja meg magát, szóval nehogy becsap magad. Ha valaki azt hiszi, hogy bölcs köztetek ezen a világon, úgy, mintha gyakorlott, tapasztalt, ügyes vagy jártas, szofosz, szofisztikált a kifejezés. Ezen a világon az ostoba legyen, hogy aztán bölcsé lehessen. Mert e világnak a bölcsessége az ostobaság Elohim előtt. Szóval ő elmondja nekünk, hogy a bölcsek gondolatai hiába valók. Ha ezen a világon te bölcs vagy és tanult, és a világ szeret, akkor te ostoba vagy előtte. Mert ez két egymással szemben álló nézet. A világ és az, amit ő képvisel. A világ az ellenség irányítása alatt van, és az egy büntetést mindenkinek, aki elfordul a teremtőtől, és aki visszafordul hozzá, az megismeri az igazságot. Ezért mondta az a megváltó, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz benneteket. Értem. Próbáltam kicsit rátérni arra az útra, hogy esetleg mennyire hiszelte a következtetésekbe? Mennyire mennyire gondolod azt hogy következtetésekből például ki lehet számolni azt a Földnek a görbületét? Most gondolok arra, hogy például itt van a Google Earth. Mm. Most megnézem ezt a Google Earth a telefonomon, igen, ahogy előbb felvetetted, jártam már én is külföldön. Ajna. Nagyon távolabb még nem mentem, de voltam már Németország északi részén, uh -huh. például. Azért azt lehet látni, hogy kilapítanánk a földet, akkor teljesen más, mások a, a távolság. Azt lehet látni, Igen. hogyha én megteszek egy métert, én azt látom, hogy az egy méter. Méter után megteszek még egyet. Ebből megteszek ezret, abból lesz egy kilométer. Abból megteszek százat, abból lesz száz kilométer. Uh -huh. Hogyha én látom, hogy ezt a száz kilométert megtettem, ott vagyok, és tapasztalom, hogy nem az van, hogy az egyik méter hosszabb, mint a másik, hanem mindegyik méter pontosan ugyanakkora. Így van. Tehát én 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 ez a méter lényeg. El, igen, elmegyek innen Münchenbe, és ott a, egy gömbformájú ö, földnek a távolságát mérem, mert ott egyébként, hogyha mérem például a GPS, amit mutat, a, a, a többi műszer, amit mutat nekem, vagy a, vagy a telefonom, vagy a lépésszámom, teljesen mindegy, ebből azt következtetem ki, hogyha én ezt kilapítanám, akkor nem úgy jönnének ki ezek a számok, mint mintha ez egy gömbfelületen lenne. És ez már viszont az én saját megtapasztalásom, az én fizikai valómban. És ez egy következtetés, mert tudom, hogy az első méter, amit megtettem, az ugyanakkora, mint az ezredik ez méter, és a kétezredik Tessék? Ez bizonyítja, hogy? Nem, ebből következtetem én azt, hogy a föld az nem lehet lapos, hogyha a Google Earth-ön lévő földrajzi elhelyezkedések igazak. Oh, akkor, vég, akkor, 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 akkor végül is valamilyen szinten azok az, azok az értékek számítanak, jogosnak, hogy, ez gömb, mintha hogyha, mint hogyha az lapos lenne, nem tudom, hogy Ez érted, nem bizonyítja azt, hogy ez gömb, ez csak az bizonyítja, hogy a Google 50 a távolságok azok úgy vannak, ahogy a valóságban. Mellesleg nem lépted le soha, szóval nem, ez egy, ez egy hipotézis, hogyha lelépnéd innen Németországig, De. akkor az úgy lenne. Igen, de, de végül is, hogyha belegondolok, akkor én ezt megteszem innentől például Münchenig, vagy vagy Frankfurtig, akkor ez egy ovális, ovális dolgot ír le, hogyha én ezt tovább gondolom, akkor ebből viszont szükségszerűen egy kör lesz, egy gömb. Tehát azért mondom, hogy mennyire hiszel nem lehet a következtetésekben. Az. Úgy értem, hogy ez lehetetlen, hogy ez egy gömb legyen, Hát ez egyszerűen csak a görbületnek a hiánya bizonyítja, hogy ez nem lehet egy gömb. Mielőtt elmerészkedünk odáig, hogy lelépem a távolságot innen Münchenig, és bizonyítom azt, hogy azáltal egy gömb. Ez nem bizonyítja, hogy ez egy gömb, ez csak az bizonyítja, hogy a térkép helyes. Plusz a másik az, hogy... Ezért e mondom, hogy a következtetésekbe, tehát akkor következtetéseket is sem fogadod el, hogy akkor én azt következtetem ezekből az értékekből, hogy ez akár egy gömb is lehet. Az, az egy másik dolog, hogy ez akár lehet egy gömb is, ez csak azt akarom mondani, hogy ez, ez nem egy bizonyíték, ahogy ez egy gömb. Ez lehet attól függetlenül, még ahogy mondtad a videódban, egy kocka, vagy egy háromszög is. Ez lehet. Bizony... miért ne lehetne lehet akkor egy gömb? Ja, hát azzal az, az, az eljátszhatunk a gondolta, hogy mi lehet még. Én csak azt mondom, hogy ez Persze. más dolgok bizonyítják, hogy nem az. Mint például a görbületnek a hiánya. Mielőtt mi elmenjünk odáig, hogy, hogy mi az, ami, hogy ezek a dolgok, mint amit mondasz, az előtt mindenkinek számolni kell azzal, hogy nem tapasztalja a görbületet soha sehol. Egyszerűen csak nem látszik. A, a, én bemutattam azt a, a videóban a, a f, ö, feloldási határnak hívják ezt a, ezt a jelenséget. Mikor azt mondja valaki, hogy, hogy menjek vissza iskolába és hogy. hogy ö, menjek vissza az iskolába, mert, mert nem értek a tudományhoz, nem értek a tudományhoz, de de annyit értek, hogy ha azt mondja, valaki, hogy innen el kéne látni Amerikához, akkor az biztos, hogy nem ért a, a tudományhoz. Úgy értem, hogy ha az én ostoba fejemmel meg tudtam érteni azt, hogy, hogy ö, hogy nem lehet ellátni a végtelenségig, de egyébként, hogyha valaki belegondol, hogy, hogy minél messzebb van valami, a beesési szög, annál kisebb lesz a, a szem befogadó képességéhez, miért ez? érthető, nem? Hogyha van egy toronyi megyek hátép, hátébb, akkor a, a, az alja meg a teteje közt van egy szög, a beesési szög a szem a retinára, ez érthető? Best, ez a, ha, ha, így, ez feloldás. Így van. Ha, ha megyek hátrafele, akkor az egy idő után az a szög túl kicsi lesz a szemnek, hogy érzékelje azt. Szóval nem láthatok el Amerikáig, és az nem azért van, mert a Föld az egy gömb, hanem mert egyszerűen van ez a jelenség a szemben, hogy, hogy hogyha túl messze megyek, akkor a, a szög nem elégséges, hogy lássam. Szóval... Én vagyok az, aki nem érti a tudományt és közben az emberek írják nekem ezt, hogy el kéne látni Amerikához, mikor az ő tudományuk bebizonyít, -be hogy ez egyáltalán nem így van, hogy el kéne látni Amerikába. Nem lehet ellátni Amerikába. De mondom, mielőtt idáig még elmegyünk. Egyszerűen csak azzal számolni kell, a balaton egyik végéről látszik a másik vége, akkor nem lehet a, a föld egy gömb. Nem látszódhat egy gömbön. Teljesen mindegy, hogy hogy, hogy hogy akarjuk csavarni, meg... meg, meg Érted, hogy mennyi kilométer Értem. ide vagy oda? Az a lényeg, hogy hogy nem lehet gömb, hiszen a gömbön nem láthatnám a másik végét is látjuk. Jó, akkor akkor ebből következik a következő kérdésem, ami mondjuk nem ez lett volna, de most akkor már felteszem, uh -huh. hogy akkor miért pont a gömb alak az? amit az emberekkel úgymond el akarnak hitetni már évszázadokon keresztül, hogy ez mindig az ellenkezője. Mármint bár, mint az én időszámításomban, Persze. és évszázadokon, nem tudom, a te időszámításod szerint mennyiben. Hát 1492-ben a... volt az a, az a, teória, hogy elkezd hajózni, azt lehajózik, a ten, vagy hogy azért gömbez az egész, mert a narancs, olyan, mint a narancs, hogy eltűnik a hajó, árbóca, a mit tudom én hol. De hát az is, én, én magam mutattam be számos videót, ahol egyértelmű, hogy Kimegy a hajó a láthatáról, és aztán rázumol az ember, és az visszahozza a láthatát. És azt mondják nekem, hogy a hajónak először eltűnik az alja, aztán a teteje, aztán az árbóca, és ez bizonyítja, hogy ez egy gömb. Persze eltűnik, mert így van kitalálva, így működik a perspektíva, meg a feloldási határ, meg ezek a dolgok. De aztán, ha rázommalok egy, egy távcsővel, vagy messzelátóval, akkor újra látom. Szóval akkor csak nem tűnt el, hanem csak egyszerűen messzebb van. Szóval most visszatértünk, a... bocsánat, visszatértünk Mindjárt. az előzőre. Igen. Csak azt akarom mondani, hogy, hogy ez, a, ez, a, ez a, ami az embereknek bizonyítja ezt a dolgot, Ugye innen alakult ki az, hogy ez egy gömb, mert elindult abba az irányba, azt hisz, hogy eljutott Indiába. Ők már akkor réges -rég tudták, hogy a föld lap, ő mindig is tudta az emberiség, hogy a föld lapos. Ezt csak mi nem tudjuk, mert mi annyira, annyira tanultak vagyunk, hogy mi elfelejtettük, hogy mi a valóság. Azt gondolják az emberek, hogy mi fejlettebbek vagyunk, mint amilyenek voltak az emberek két, három, 400 éve, miközben aki most él, meg fogalma sincs arról, hogy milyen a világ, amiben ő létezik. Csak ezt a mesterséges környezetet ismeri, ahol él. Kimegy a lakótelepről, beül a buszra, elmegy az irodába, visszaül a buszra, az hazamegy. Fogalma sincs, hogy a világ hogy működik. Csak azt tudja, amit neki mondanak. Azt tudja, hogy a tej mi, honnan jön, vagy a tojás, hogy, hogy lesz. Szóval, mi alakítottunk ki egy világot magunknak. Azért, mert elfordultunk a teremtőtől. Az a degradáció, ami látszik a társadalomban, az annak az eredménye, hogy az ember letért az útról, ami ki van neki jelölve. És tudom, hogy eltértem a, a kérdéstől, de megismételni, Villám, gyorsan, Líciás, hogy mi volt az? Nagyon egyszerű. A kérdésem pusztán annyi, hogy. Nyilvánvalóan valakik ezt kitalálták, vagy aki ezt kitalálta, hogy az emberek higgyék azt, hogy ez gömb, miért pont a gönballakkal ja, volt problémák, vagy miért pont az az alakzat, ami, ami amivel szeretnék azt, hogy az emberek megbékéljenek inkább, mint a lapos folyön. Okay. Vagy bármilyen mással. Mint a, a az írások. hogy minden csak olyan erős, vagy minden csak olyan tartós és erős, amilyen amilyen az alapja annak, nem? Ebben egyetérthetünk, vagy amilyen a leggyengébb lánca. Ez, azt hiszem, ez mindenki... Ne értsünk egyet, az épületnek azért van alapja, hogy, hogy az szilárdan álljon. Hogyha az alap, teljesen mindegy, hogy mekkora oszlopokat rakok rá, vagy, vagy, vagy mennyi anyagot próbálok belevinni, hogyha az alapja nem szilárd, akkor az, az teljesen össze fog omlani. Nyilván nem lepődik meg senki azon, hogyha Sőt, hát ezt talán mindenki ismeri, ugyanis te is idézted ezt a dolgot. Azt hiszem, kezdetben teremté Elohim az eget és a földet. Ezzel kezdődik a, az írások. Ez az első mondata. Szóval a teremtése a dolgoknak az kulcsfontosságú, hiszen ez ezzel kezdődik. Minden írás, és én ezzel javaslom az embereknek, hogy, bár, bár ezt nem én találtam ki, ez egy alapszabálya az olvasásnak. Minden műnek, bekezdésnek, vagy cikknek könyvnek, vagy fejezetnek az első szakasza az, ami elmondja, hogy miről fog az szólni. Szóval az a legfontosabb része, hogy megértse az ember. Ha valaki tanul gyors olvasni, akkor azt tudja, hogy el kell olvasni a fejezetek az első néhány mondatát, hogy megértse, hogy miről lesz szó, és utána az agy képes az egészet sokkal gyorsabban feldolgozni, de ha nem olvasod el az elejét, akkor nem fogod tudni megérteni, hogy mi a lényege annak, hiszen a lényegről lemaradtál, a többi az már csak részlet. Szóval ennek a könyv sorozatnak a legfontosabb része az ez. Ez az eleje. Elmondja, hogy ő az, aki kitalálta a teret, az időt és az anyagot. Ő az, aki megteremtette ezt az egészet és olyanra csinálta, ami ennek itt leírja. Úgyhogy az ellenség sokkal intelligensebb, mint mi összesen. Ezért tartunk itt, ahol tartunk, mert elhitette velünk, hogy mi olyan okosak vagyunk. És meg, hogy ő nem létezik. Szóval tisztában volt azzal, hogy az alapjait Ezeknek az írásoknak meg kell ingatni ahhoz, hogy aztán utána az összes többit sokkal egyszerűbben kétségbe lehessen vonni. De egyszerűen csak azt mondja, hogyha ide az van írva, hogy a teremtő meg, megalkotta az eget és a földet, és a föld akkor kietlen és puszta volt, megteremtette a világosságot az első napon, létrehozta a mennyezetet, a víz között, ami a mennyezet alatt van és fölötte, szóval a mennyezet fölött víz van, ezért kék az ég. És persze tudom, hogy ez nevetséges, de a lényeg az, hogy ide ez van írva, és én azt választottam, hogy ebbe higgyek. Utána szétválasztotta a víz, vízeket egy helyre, és megalkotta a szárazföldet, meg a vizet, és csak utána a 14-es versben, a negyedik napon teremti meg a világító testeket az ég mennyezetén, a napot, a holdat, meg a csillagokat. Szóval az ellenkezője az, amit nekünk tanítanak. Minden az ellenkezője annak, ami ide le van írva. Ez a lényege az ellenség tevékenységének. Ő a hazugságnak az atya, János 8-as fejezet 40-44-ig leírja, hogy ő a hazugság atya, és ő az, aki a világot uralja. Máté 4 Lukás 4 egyértelművé teszi, hogy az ellenség kezében van a világ. Szóval az, hogy valaki ezt elhiszi, vagy nem, az mindenkinek a szuverén döntése. Én csak azt mondom, hogy a célja ennek az egész gömb dolognak az, hogy az ellenkezőjét mondja annak, ami ide le van írva. Az evolúciónak is az a lényege. Ha azt mondja a teremtő, hogy ő alkotta meg a Földet, és az egy gömb, aminek a belsejével élünk, akkor az ellenség azt fogja mondani, hogy az egy gömb, aminek a külsején élünk. Ha azt mondja a teremtő, hogy ez mozdulatlan, mint hogy elmondja százszor, hogy ez mozdulatlan, akkor ő azt mondja, hogy pörög, forog, kering. Ha azt mondja, hogy ő megalkotta, két nap alatt az egész élővilágotok az ellenség azt mondja, hogy több milliárd év alatt véletlenszerűen jött létre. Világos mindennek az ellenkezőjét tanítja a világ, mint ami ide le van írva. Nem annak, amit a szkíták gondoltak, vagy ami a védák könyvébe le van írva, vagy amit a hinduizmus, vagy a buddhizmus tanít. Annak, ami ide le van írva. Szóval a lényege, röviden az, hogy, hogy Megingatja ezáltal az egészet. Mert most már mondhatja mindenki azt, hogy ó, figyelj, ez egy, egy kőkorszaki könyv. Hát itt arról van szó, hogy hét nap alatt megalkotta a világot, mikor tudjuk, hogy 13 milliárd évvel ezelőtt keletkezett, és tudjuk, hogy 100 millió év alatt alakult közember mutációk során. Szóval az, ami ide le van írva, ez nem lehet igaz. Innentől kezdve minden, ami ezt követi, azt nem úgy kell értelmezni, mert az nem igaz, ez egy mesekönyv, ez egy hazugság. Na most az a baj, hogy a műsor tematikája ugye az volt, hogy felteszek kérdéseket, na most ezekből a kérdésekből összesen kettőt tettem föl, mert Bocsánat. mindig más kérdést tettem föl. Nem, ez, ez azért nem van, mert folyamatosan feldobod a labdát Igen. A, a, a különböző dolgokkal, és már én egy olyan kérdésem lenne, és ez az utolsó olyan kérdés, amit itt konkrétan én tennék fel, mert most egy csomót így kihúztam, mert uh -huh. így meg is válaszoltad. Szuper. Uh, vagyunk mi a Földön? Azt mondod, hogy mossák az agyunkat az összes popkulturális termékre, igaz ez, zene, tévé, bármi, bármi, ha. filmek, műsorok, 100. 100%. akármilyen popkulturális minden. Ö, dolog. Jó, Oké, okay, tehát akkor ami a, mi a kultúrának ez a lényeg. Mosva van, mosva van, nem ismerjük az igazságot, nem. Ö, viszont folyamatosan törekszünk arra, hogy megismerjünk akkor valamit hogyha az nem is az igazság. Ami azt jelenti, hogy folyamatosan felfedezünk dolgokat. Most az a kérdésem, hogy az Isten miért teremtette úgy meg a világot, nem tudom, hogy érthető lesz a kérdésem, hogy legyen benne folyamatosan valami újabb és újabb felfedezni való, amiért az ember csak távolodik tőle. Mert minél több mindent felfedez, annál jobban inkább afelé kezd elmenni, elkezdi érdekelni, ez, fú, ha ezt felfedeztem, még ott is van, felfedezzük az élővilágot, világot, felfedezzük a csillagokat, felfedezzük. Jó, most értem a te szemszögedből, ez nem olyan felfedezés, hanem, hanem agymosás, de akkor is mindig van valami új a nap alatt. Érted, mire gondolsz? Nem tudom, mire gondolsz. Mindig. Mert nincs új a nap alatt. <laughs> Na Mérd... igen, az a baj, hogy pont Péld neked egy ezt 9. a kilenc... kérdést. Pont... Prédikáltal pont... egy kilenc hogy nincs új a nap pont pont alatt. Pont neked a kérdést. A lényeg az lenni akkor a kérdés annak is valahogy így... így ö... összehegeszteni akkor a két, két nézőpontot, hogy ha mindig van felfedezni való a világban, uh -huh. és, és megpróbál, és, és tényleg az ember törekszik arra, hogy hogy technológiában is fejlődjön, betegségeket gyógyítsunk meg, és látjuk ezt a tendenciát, teljesen illetve az a mosásnak egy, egy, egy nagyobb szintje, vagy a, a, uh -huh. nem tudom, hogy a te fejlődési mechanizmusod, a, a, a te filozófiádban ez hogy működik, az enyémben úgy, hogy gyakorlatilag 10 vagy 20 év alatt annyit fejlődtünk, mint száz év alatt összesen nem, vagy ezer év alatt összesen nem. De attól függ, milyen értelemben, milyen irányban. De igen, igen. De, de a lényeg az lenne, hogy miért, hogy Isten miért úgy teremtette meg a világot, akkor, hogyha igazából itt van a körülöttünk a gonosz, meg folyamatosan nyomnak el minket, meg a tudatunkat próbálják le, hogy mégis azért legyen benne felfedezni valamiért, nem egy egyszerű síkban vagyunk, ahol nincsen semmi, csak az igazság, meg a hazugság, és akkor van a kettő, aki küzd értünk. Érted, mire gondolok? De hogy küzdenem, de, hogyha nincs, nincs semmi, a... ami, ami eltereljen minket? Na pont ez az, hát de nincs ez ennyire leegyszerűsítve. Miért kell beleteremteni akkor ebbe a világba ennyi mindent, és olyan dolgokat is, amit még nem is fedezett fel az ember, hogyha, hogyha az a dolgok bonyolultságára szeretnék egyébként ezzel utalni, hogy annyi minden van a világban, annyi content, annyi, annyi, annyira színes, Ez a hogy, 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 ebből, ebből gyakorlatilag így... Széles, így nem értem. az út és az út és tágas az a kapu, ami a pusztulásba vezet, és keskeny az út és szűk az a kapu, ami az élethez vezet. Ez a lényege. Van választási lehetősége. Érzem. Jó. Tehát akkor gyakorlatilag... De ez az egész, volt. Az egész, jó, akkor az egész egy, egy, egész egy, 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 megteremtett valóság, amivel benne vünk, egy mátrix, és akkor így ennyi. Hát ott akkor semmi ez... jelentősége nincsen, hogy semmi jelentősége nincsen, hogy holnap akkor felfedezünk, mit tudom én, egy új... E, mit? mit? tudom tudom, egy új állatfajt, vagy egy De új, nincs új, új, állatfajt, ez csak, számunkra új állatfaj, ez mindig is ott volt. Hát számunkra, nyilvánvalóan. De mi, miért az, az, az számít bármit is? Azért mert hogyha az ember elkezdi felfedezni az újabb és újabb dolgokat, akkor letér arról az útról, amely útra te például szeretnéd őket így. Hát de ez a lényeg, érted? Hogyha nincs választási lehetőség, akkor hogyha impotens vagyok, akkor akkor az nem egy érdem, hogy nem csalom meg a feleségemet, nem? Na mert én értem, csak az a baj, hogy nekem ott ott ellentmondás az egész, hogy miért lett ilyennek megteremten. a miért de nem lett ilyennek az embernek lett megteremtve. Az úgy, de az embernek az útja miért lett megnehezítve ezzel a szemfélével? De te nem lett megnehezítve? Hát figyelj, elmondta az első, a második fejezetben azt mondja. Figyelj. És amúgy a kérdés jogos. Értem, azt hiszem, hogy értem, amit kérdezel, de majd kiderül, hogy értem. Azt mondja, hogy ugye a második fejezet, beresít egy egymózes, a teremtésben leírja egy részletes krónikáját annak, amit az első fejezet bemutatott, hogy hatodik napon megteremti az embert. Figyelj oda, hogy mit csinál. Megteremtette az ember. Ültetett egy kertet Édenben. Éden szó szerint így van egyébként, Héberben is Éden. Napkelet felől, és abba belehelyezte az embert, akit formát. Nevelt a földből mindenféle fákat, ami a tekintetre kedves, és az eledelre jó. És az életnek a fáját is oda teremtette. És a kertnek közepére, mellé tette a jó és a gonosz tudásának a fáját. Azt mondta, hogy művelje az ember és őrizze ezt a kertet, ezért van ott. Megparancsolta az embernek, hogy a kertnek minden fájáról bátran egyél. De a jó és a gonosz tudásának a fájáról arról ne egyél, mert amely napon eszel arról, bizony azon a napon meghalsz. Ennyi volt az, amit kellett csinálni. Ez relatíve egyszerűnek tűnik, nem? Meg vagy a igen. tökéletesnek, Elohim ki a Teremtő képére ott jársz vele a kertben, ott élsz, annyi a feladat, hogy gondozd azt, műveld azt, bármelyik fáról lehetsz, csak azt a egyet hagyd Mit csinálnak? A következő fejezetben azt mondja a kígyó, hogy bizony nem fogtok meghalni. Hanem tudja Elohim, hogy amely napon esztek abból, megnyilatkoznak a szemeitek, és olyanok lesztek, mint Elohim, a jónak és a gonosznak tudói. Ez a tudás, ez jedá, tudomány, magyarul az a tudomány, amiről te beszélsz, az erről a fáról származik. A világ, amit mi építettünk magunknak, amit most itt látunk, az a kiteljesedése annak a fának, amiről ő itt beszélt, hogy ne együnk arról. Az, amire oly büszkék az emberek, amit elértünk, az mind ettől a fától származik. Ez en a világ ennek a gyümölcse most, ezért néz ki így, ahogy kinéz, és ezért ilyen primitív az emberiség, amilyen primitív. Választhattuk volna a másikat is. De látta az asszony, hogy jó a fa eledelre, a test kívánsága, hogy kedves a szemnek, a szemek kívánsága, és kívánatos az a fa bölcsességért, az élet kérkedése, vagyis a büszkeség. Ez volt a probléma akkor, és ez a probléma most nem azzal kérkedünk, hogy mennyit elértünk, hogy mi vagyunk a legfejlettebbek, hogy 200 évvel ezelőtt az emberek azt se tudták, hogy merre állnak arca, most meg mi mindent tudunk. Közben az emberek nagy többsége azt tudja, hogy a tojás hogy néz ki, vagy honnan érkezik, vagy hogy a tej, vagy semmit. Azt hiszi, hogy egy gömbön él, amihez hozzáragad a víz, és az pörög egymillióval, és a vákum hozzátapad a légkörhöz. Vagy ő egy kőből származik, meg egy, ő csak egy beszélő majom, véletlenül alakult ki a nyelv. És azt gondoljuk magunkról, hogy mi civilizáltabbak vagyunk, mint bármikor máskor a múltban. Ez bizarr azért. Szóval a kérdés, a válasz az az, hogy ha nincs választási lehetőséged, akkor nem lehet letesztelni, hogy hol van a szíved. Tehát szükségszerű volt, hogy legyen abban a kertben egy alternatíva az embernek. Vagy tőle tanul, és hozzámegyek megkérdezni, hogy mi van, vagy egy másik forrástól. És ő megadta a lehetőséget neked, nekem, meg mindenki másnak, hogy válasz. A. Vége? Mondod még? A, Aha. a... Itt Arra kitérnék még, hogy nekem adok egy választási lehetőséget a barátomnak, hogy menjen el. Nagyon profál lesz a példa. Bocsánat, előre is. Csak ne <laughs> Mennyi, legyen benne káromkodás. Nem lesz benne káromkodás. Nem. Eddig se volt kibírálat. Nem, nagyon, jó vagy. Ne nagyon, nagyon. nagyon. Ugye? Elképesztő, nem. Elképesztő, tényleg. Halló. Egyáltalán nem, nem jellemzőlem. <laughs> 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 elmész a dohányboltba, és veszel magadnak egy doboz cigit, uh -huh. vagy elmész a, a Tesco-ba, és veszel egy karton sört. Ez most tényleg egy, 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 egy nagyon leegyszerűsített példa volt. Bármelyiket megteszi, mind a kettőnek van valami hatása. Ha Do, doboz vesz, akkor nyilván az egészségére káros. Ha egy karton sört vesz, akkor ott is bármi kifolyhat. A illuminált ja, állapotban ja, ja. lesz bár, Más nem jutott most eszembe. Aha. De attól, hogy én választás elé kényszerítem, vagy, vagy mondom, hogy van két választásod, én nem fogom egyikért se büntetni, mert nyilvánvalóan azért van választás, azért adtam meg neki a választási lehetőséget, mert bármelyik irányba indul el, megadtam neki a lehetőséget. Azt nem értem, hogy ebben az egész dologban hol van benne, miért van benne maga a büntetés része. Tehát miért büntet, hogyha megvan a választás, ha ő megadta nekünk azt a választást, hogy vagy az édenkert. Vagy, vagy nem az édenkert. Miért van az, hogy az egyik esetben nem büntet minket, a másikban pedig át kell rágnunk magunkat egy olyan világon, ahol folyamatosan szembe jönnek a popkultúrális utalásokban lévő agymosások, Aha. folyamatosan szembe jön 6, 650 ezer vallás, akkor az ateizmus, akkor akkor minden olyan olyan dolog, amit csak gátol abban, hogy visszatérjünk arra az Hol, útra. Érted? Az egyik olyan? egy olyan dolog, hogy tessék, itt maradhatsz, a másik pedig egy olyan rögös, egy olyan olyan nehéz, és, és, és gyakorlatilag egy, egy olyan küzdelemmel járó lelki, ami, ami, tehát egy ember, egy olyan ember, aki, akinek tényleg nincs meg a lehetősége rá, és ö, legyen ez kulturális, mert például egy másik vallásos családban nőtt fel, nincsen egyszerűen lehetősége rá. Lehet. Jó, te nyilván azt mondod, hogy van lehetősége rá, mert igazából... Csak hát ez van leírva, gondolja, én nem mondom. Gondolja, jó, de értem akkor, akkor ami le van írva. A te hitetsz, vagy a hit rendszer. De gyönyörűen szerint, megvan meg van szóval, fogalmazva minden... mellesleg ez a dolog. Igen, tehát, tehát mi, miért, miért, ennyire nehéz? Miért, miért mondja hogy hogyha választhatsz, akkor választ vagy ezt, vagy egy nagyon-nagyon... ha választás, ezt mondja. Elé de ha a választás elé kényszerítem az embert, vagy azt mondom, hogy válasz egy ilyen dolog között, vagy egy másik dolog között, akkor az ember miért választaná? A sokkal, de sokkal nehezebb. Tehát, hogy visszajusson oda, visszajusson oda, ahol alapból lehetne, hogyha neki nem kéne választania. Tehát érted, hogy de ő, meg... itt, itt az Istennek a... a... Ja. Bocsánat, ja, bocsánat, még okay. egy mondat. Ja. Még egy mondat. Az Istennek maga a... a tehát a szándéka számomra, számomra nem tiszta, és az embernek a választás az sem tiszta. Ne, mind, a kettő, mind a kettő olyan szinten, ö, hogy mondjam, irreleváns és, 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 logikátlan, hogy hogy, hogy, hogy jutott, hogy juthattunk el ide. Mármint a szerint, a, amiben te hiszel, vagy a te hmm. rendszered szerint. Értem, miről beszélek? Persze, hogy értem. de figyelj, most egyrészt nem tudom, hogy mi a, a kérdés pontosan ebből, szóval ha... ha, ha... A, kérdés, a, kérdés az lenne, a kérdés az lenne, hogyha van választási lehetőség, akkor miért büntetem az egyikért, a másikért meg nem? Vagy egyáltalán miért büntetek? No. Miért jön az, hogy büntetek? Érted? Maga az, hogy. A büntetés büntetés büntetek. nélkül nincs értelme az életnek, érted? Szab De szabályok ha nincs... nélkül, ez, ha, ha nincs büntetés, akkor úgy élnek az emberek, ahogy most, mint az állatok. Érted? De a büntetés már akkor megfogalmazódott, már akkor volt büntetés, mikor én azt mondtam, hogy választhatsz. Miért adok választási lehetőséget, hogyha tudom, hogy az egyik egyikből büntetés lesz? Érted? Tehát hát a különben nincs értelme. Hát a külön... de, de, utána, de utána az ember meg miért választja azt, hogy inkább bűnhődök? ha egyáltalán tudott arról, hogy ezért bűnhődik. Én elmondta neki, hogy meghalsz, szóval tudod róla? Hát ugyanúgy, no, most, nem. nem? Miért dohányzik az ember? tudja, hogy az káros az egészségre, mégis dohányzik. Az logikus? nem, nem, azt mondom, nem mondom, az Istennek a, a jó Isten perspektívájából próbáltam így, így, ha én lennék az, Isten, akkor, akkor, akkor ha én választás elé, van választás hát, egy ember, akkor... Ha te lennél. Ha én lennék, igen. de, de, ezért nem, te... De, de hát hogyne, ez a lényege, hogy, hogy pontosan elmondta, hogy, hogy fölösleges ezen filozofálni, hogy, hogy ha, ha én lennék, és ilyes 50 év talán? Jó, de azért valami értelmet mégiscsak kell adni egy diskurzusnak, ennek a podcastnek. Tehát Ó, nem nem, kérdez, nem, 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 ne is félre, nem, csak azt mondom, hogy ezt ő elmondta, hogy, hogy um, oké, okay, van egy csomó gondolatmenet, ami elindult. Azt mondja, hogy az én gondolataim és az 55-10, az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és a, az én utaim nem a ti utaitok. Mert mint magasabbak az egek a Földnél, aképpen az én utaim is a te utaitoknál, meg az én gondolataim a ti utaitoknál. Szóval mi primitívek vagyunk hozzá képest. Mi primitívek vagyunk egyébként most már egy intelligensebb számítógéphez képest is, szóval ezt, ezt csak egyszerűen el kell fogadnunk, hogy magasabb rendű. Most már gyakorlatilag a telefon intelligensebb, mint mi. Úgyhogy no, tehát az, hogy ő volt, megteremtette az embereket, ennek mi volt az oka igazából innentől, Tehát innentől? Az... Most nem, nem, nem persze az a témába. Egy... De, de azt ő tudja hogy miért csinálta meg és de, akkor aha. azt mondta hogy vagy ez a választás vagy az és akkor az ember de azt nézze, mondta ez ez jó akkor inkább, inkább azt választom hogy, hogy a tudás akkor ez a ez a métei, amiben benne vagyunk ez a, de ez egy fair ez a... nem azért ez nem azt nem mondhatjuk hogy hogy unfair volt az amit csinált nem hogy tehát azért szerintem fair volt amit megmondta hogy hogy itt van minden ami neked, amire neked szükséged van dolgozz ebbe a kertbe, az kész. Ennyi dolgod van. Egyél, amit akarsz, itt vagyok veled, ha kérdésed van, hé, itt vagyok, kérdezd meg. Nem? nem? Nem, azt mondta, hogy, hogy figyelj, itt vagy, azt én meg elmegyek, érted, nem foglalkozom. Ott sétált velük, azt mondta, hogy ott sétált a kertbe, mikor megkérdezte, hogy hol vagy, miért vagy felöltözve, mikor <laughs> kimondta, hogy öltözt fel. Szóval ott volt vele. Szóval, ha kérdésem van, megkérdezem tőle. Ennél nem is tudott volna ferebb, vagy, vagy... Hát oda, én, én szerintem, az én meglátásom szerint, odáig volt fér, ameddig azt mondta, hogy választhatsz a kettő között. De értsd meg, hogyha nem a... mondja azt, de... hogy választhatsz, akkor, egy, akkor ez egy droid, amit teremt. Annak nincs értelme. Én értem, de, viszont, de ha azt mondom én a barátomnak, hogy vagy cigérmésze, vagy sörér, ő mind a kettő. De nem azt mondta, be... hogy cigiér, más sörér, bocsánat, azt mondta, a, 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 ő, ő azt mondta, hogy te érmészel, vagy cigér jó akkor te érmész, nem mindegy, cígér, vagy picspang érmész de, de vagy, vagy egy láncfűrészért jó értem akkor érted hogy nem mert az, az egyik jó volt a másik meg rossz szóval a lényege jó, az hogy elmész a... akkor akkor vagy elmész ölni vagy elmész és megismogatod azt a kisbabát pontosan a jó oké akkor ezt mondom te teljesen mindegy, egy azok mind a két esetben tudja az hogy én küldtem el Viszont itt most nem, van egy másik nem eset külső. Nem, de, 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 de hát dehogyis. És ez az az én a lény... adtam a, én, bocsánat, rosszul fejeztem ki magam, mind a két esetben tudja azt, hogy én adtam meg neki a választási lehetőséget. De ha nincs, képzeld el azt az esetet, bocsánat, hogy, hogy ezt, e, ezt meg kellene érteni, hogy ha nincs, ö, egy, érted, ha, ha nincs benne a tévedés lehetősége, akkor, am, akkor nem tudja letesztelni soha, hogy a szíve hol van. Ez, ez olyan evidens kellene, hogy legyen, nem? hogyha ha nincs benne az, hogy, hogy, hogy ellent mondjak annak, amit, te, akkor nem tudod meg soha, hogy az én szívem hol áll. Szóval kellett, hogy legyen. Most, amire oly büszkék az emberek, hogy ők a saját sorsuknak az alakítói, ez nem létezhetne, hogyha nem adja meg a választás lehetőségét. Ha minden fajó, ha nincsen ott egy olyan, ami egy másik utat ad neked, egy lehetőséget arra, hogy ellent mondj neki, akkor az nem szabad akarat, akkor nincs választási lehetőséged. Szóval, ha azt akarjuk, hogy miért nem csinált egy olyan világot, ahol mindenhol kisbabákat lehet simogatni, meg bárányokat, meg pígypangot gyűjteni, annak nincs értelme annak a világnak. Sose derül ki, hogy az ember engedelmeskedik-e neki, és szereti -e ezáltal, vagy nem, ha nincs lehetősége az embernek, hogy azt csinálja, amit ő nem szeret, vagy azt mondja, hogy azt nem lehet. Jó, akkor, akkor arról van szó, hogy elküldtem az egyik irányba, és utána elküldtem a másik irányba. Nem csak a megadtam a lehetőséget. Megad, megadtam a lehetőséget, bocsánat, ebben mindig belezavarodok, tehát ez valószínűleg így lesz a Nem továbbiakban is. Elküldtem, az egyik esetben azt mondom, hogy rendben, akkor maradjál, itt maradsz, minden jó lesz. A másik esetben pedig abban a pillanatban, ahogy azt, me, ahogy azt választotta, kitörlöm az agyából azt, hogy én adtam meg neki ezt a lehetőséget. Nem töröltek. Nem töröltek ki? De vagy töröltek hát Akkor miért léteznek a ateisták? Tessék? Akkor miért léteznek a ateisták? Ha nem hát, miért az, nem hiszünk benne? Az egy másik dolog, ugye még most ne, nem ugorhatunk 6000 évet előre onnan, ami akkor volt. Ahhoz ja, ismerni jaj. kell a történetet, hogy mi hogy jutottunk el eddig a, eddig a primitív stádium, amiben most vagyunk. És most nem az ateistákra gondolok, hanem arra, hogy mi azt gondoljuk, hogy mi olyan nagyon civilizáltak vagyunk, miközben gyereket nézünk mesztelenül a tévébe, fő műsoridőbe. Meg, meg, az a, arra vagyunk büszkék, hogy ki, ki tud többet büfögni, meg mit tudom én mit csinálni a, a, a valóság meg a hazugság gyakorlatilag, a, amit mi politikánk nevezünk, az, az nyilvános hazugság, meg korrupció. szóval nem tudom, hogy mi az, amiben mi fejlettek, mikor az orvostudomány gyakorlatilag egy ipar, ahol az embereket tönkre teszik, és ezt már lassan majd, hogy mindenki tisztában van ezzel, hogy ők többet ártanak, mint valaha használtak. Szóval nem tudom, hogy mi az, ahol, ahol mi annyira fejlettek vagyunk, hogy, hogy nekünk bármilyen, bármire is büszkék lehetnénk abból, amit, amit összehoztunk itt a világban. De visszatérve erre a kérdésre, hogy, hogy megadja a választás lehetőségét. Ő azt mondta, hogyha eszel, abból akkor aznap meghalsz. Ennek ellenére megkegyelmezett nem, hiszen nem halt meg aznap. Most vitatkozhatunk azon, hogy nála ezer év egy nap, mint ahogy úgy van, és meghalt, mert ugye 950 valahány éves korban halt meg Ádám, szóval ezer év meghalt az első nap, de a, de nem ölte meg aznap, mert hanem kiküldte onnan. Szóval megkegyelmezett akkor is. Sőt, utána még ugyanúgy megáldotta, hogy megáldotta volna, csak onnantól kezdve már nem volt vele. Szóval magára volt utalva a világban. Vezette, tovább, segített neki, de az már egy másfajta létezés volt. Uh -huh. Az egy lassú degradációja volt a világnak. Ezért értek ők ezer évig, mi meg ezért élünk 60 évig. Az orvostudománynak köszönhetően többek között. Mi a saját sírunkat ásuk meg azzal, amit úgy hívunk, hogy tudomány. Jó, ö, még két kérdést tennék fel, mind uh -huh. a kettő egyébként külsős kérdés, nem, nem én fogalmaztam meg. Ö, ez lehet, hogy kicsit provokatívabb, de neved annak. Uh -huh. Ez igazából szerintem lehet, hogy már megkaptad ezt a kérdést. Mit gondolsz arról, hogy az és elméletek gyártai agya? érzékenyebb egy olyan jelenségre, mintázat mintázatérzékelés, ami kb. azt jelenti, hogy mindenbe kapcsolatot keresnek, még ha nincs is, illetve, hogy ábrákat látnak random dolgokban, például füstfelhőben felhőben, arcot, elmosódott képen ember alakos, stb. Ennek egyik lehetséges oka, hogy az agyuk extra dopamin termel. Szerinted ez jogos vagy nem? Vagy egy hülyeség? Ó, hát én ezt nem ismerem ezt én csak azt tudom, hogy... így nem, tudományosan nem. Én csak azt tudom, hogy a, ha megnézem ezt a képet, ami most itt van a, a képernyőn, ahol 50 darab zene, zenei előadó letakarja a jobb szemét, akkor <laughs> ahhoz nem kell nekem dopamin elmenni az agyamnak, vagy mindenhol összeesküvés elméleteket látni. Olyat nem csinál véletlenül az ember. Van valami oka kell, hogy legyen. Én nem látom bele azt, hogy Angela Merkelnek ugyanúgy háromszögben van a keze, mint minden tévében mondónak, vagy Donald Trumpnak is ugyanígy van, vagy Jay-Z-nek is. Nekem nem kell ehhez akármilyen tudományos magyarázat, ezt ez mindenki látja. Most az, hogy valaki nem ismeri a, azt a jelet, ami, ami a, a lefelálló áll, háromszög, az a női erő, a felfelálló háromszög, az a férfi erő, ebből jön ki a hatszögű csillag, a hexagram, ami Izraelnek a jele, a, a, annak a az államnak, amit ott létrehoztak, annak a jele, az a férfinő egyesülése. Ezt csak ismerik el az ezotériát, meg a szimbólumokat. Ez egy létező világ még hát, csak annyit ne, hozzáteszek, hogy amit mondtál, de. hogy ha te nem ismered rád, nincs hatásra, ez nem így van. Ez ugyanilyen, mint a mére. Ennek a kérdésnek csak az lett a léged, hogy van-e, hogy fi fiziológiailag egyébként befolyásolva van egy olyan ember, aki, aki ennyire... Ö, ez egy objektív mi mi az dolog, az, az árukapcsolásokat. Áru nem, 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 nem. nem, ez... Ez, nem ez, ez még csak nem is az, ami am, amit ő mondta, hogy ez árukapcsolás, ez egy objektív dolog. Ez csak egyszerűen látni kell, ehhez nem kell, még csak okosnak sem lenni. Ez, ez most már nem is egy egy fű alatt megy vagy, vagy érted? Ez, ez, ez már ez már ott van. Nézzél meg bármilyen zenei előadás. Mindenhol ugyanazok a szimbólumok jelennek meg. Ezeknek van jelentése. És ez, ez magával vonz egy erőt mellesleg. Ezért mondják azt, hogy ha, ha ismered, hogy nagyon jó szellemben zajlott az esemény. Jó, a következő, hogy Isten szólt már hozzá. Úgy érte, most a, úgy, úgy érte, hogy... Megjelen, így... Megjelent előtted, láttad már. Nem. Ilyen egyszerű. Nem. Jó. Ö... Nem, nem, ilyen nem van. Oké, okay, és az viszont már az én kérdésem lenne, ami szintén nem provokatív, de ezt többet nem fogom elmondani. mondani. Feltételezem <laughs> a legjobbakat e, róla, csak úgyhogy jó Rendben. Gáz. Na, az amiben ami, amiben te hiszel, nem érdekel, most már így fog foglalko, <laughs> Mert akkor én is hiszek, érted? Mindenki. Is azt hisz mutat, te is azt mondtad, hogy akkor valószínűleg az én álláspontom az inkább a tudományit. hit. Ezt így hívják, a scientific az, az, am, hívj. te hiszel, uh -huh. az honnan? honnan tudod, mi az, a, mi az az, érzés, mi az a meggyőződés, hogyan tudnád kifejezni azt a, azt a mondom azt az érzést, ami, ami számodra bebizonyítja azt a tényt, hogy te a jó oldalon állsz, az Isten útján állsz, a, nem, nem az ördög beszél belőled, tehát te, te most például, hogyha én meg szeretnék térni, te most nem az ördög, vagyis nem, nem akarsz lebeszélni az Isten útjáról, érted? Tehát nyilvánvalóan, ez, vagy, aha. vagy neked, neked nem egy olyan rossz információt mondtak. Mi volt az, az, ha nem jelent meg előtted Isten, ha nem volt neked ez a megtapasztalásod, akkor innentől kezdve mi az a dolog, amire úgy gondolod, hogy ez, ez nem az ördögnek a műve, ami, amiért azt akarja veled elhitetni, hogy hogy nem is úgy van, ahogy a többség gondolja, hanem szépen lassan mindenkit így egyenként térít el egy, egy rosszabb irányba. Nem tudom. Hogy nem, már eltérített mindenkit egy rosszabb irányba, hát mindenki a, gyakorlatilag a világnak a 99 a vagy de lehet, hogy több, az azt, köv, azt csinálja, amit ő megszegi. Ne, azt... ne, 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 amit te vallasz, az, hogy a, hogy, a föld lapos, az, hogy ez meg az összeesküvés, az, hogy a, hogy a dolgokban De ez, ő, ez, 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 agyman, ez, az... ez, egy tény, úgy értem, hogy ez a szubliminális üzenetek, ez egy, ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy elismert tény, ezt nekem nem kell... Érted, amit ez nem egy hit már, most ezen ezen ja, értem a kérdés. Ez egy tény, hogy szubliminális üzeneteket használnak. Ez, ez nem is ez, vagy ezt nem tudtátok vagy? Mármi? És az a jelenséget, hogy szubliminális üzenetek a, a reklámokban, ezt így hívják. Az a... üzenetek? Ez, ez, ez egy tény. Ez, ez ez egy ez egy evidencia, hogy ez szerepel a. A reklámokban. De nem hát csak ott... lejtett információk. Persze. Értem, szóval értem, nekem csak... nem kell ezt hinni, ezt, ezt tudom, hogy így van, mert elmondják, hogy ez így van. Csak ahogy az embereknek egy jó része úgy gondolja, pontosan ugyanannyira ö, tapasztalja, ugyanannyira érzékeli, ugyanúgy relevánsnak hiszi azokat a dolgokat, amikben ők hisznek, mint amennyire te mi az a szűrő, és ezt amit megkérdezhetném a másik oldaltól is, csak most nem velük beszélgetek, hanem éppen veled, hogy mi az, a, a, mert hogyha egy vallásos embert kérdezek meg, akkor, ő lecsap, akkor az asztalra csap, és azt mondja, hogy azért, mert megjelent előttem Mária. Vagy, vagy Jézus Krisztus. És ennyi, ez, tehát ott ez el van intézve. Ha előtted nem jelent meg, akkor, akkor mi az, a, az, az esemény, vagy, vagy az a dolog, ami, ami azt hiszed, hogy ez, hogy ez tényleg ez a jó irány. Ez a jó. Hát ez van, például ez például van, a van leírva. Hogy ez, a jó. Súg, sú, ez, ez a van csinál. leírva. Azért, mert én azt csinálom, ami le van írva. Szó szerint azt csinálom. Ami ami le van írva. Úgy, jó, oké. Én úgy öltözök, úgy, úgy élek, úgy eszek, azokat az ünnepeket tartom. A gonosznak az a célja, hogy ne azt csináld, ami le van írva. Ezért csinálja a világ az ellenkezőjét. Szóval tudom, hogy amit a. mellesleg figyelj. Még annyit hozzátennék, hogy az átlagnak az a lényege, hogy. abból rengeteg van. Szóval mindenki, aki. aki az mögé bújik, hogy most nem rád értem, hanem ha esetleg valaki azt mondja, hogy ezt mindenki tudja, hogy ez így van. Amit mindenki tud, az hazugság. Ez a lényege van. Ez, az átlag, az, az ezt jelenti. Az átlag az, 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 ami közönséges. A profán az ezt jelenti. Közönséges. Ami mindenki számára elérhető. Ez az átlag. Ez a többség. És én ezt nem úgy értem, hogy én felsőbbrendű vagyok hozzá képes, csak hogy senki ne bújjon a hogy ezt mindenki tudja, vagy, vagy csak azért, mert azt, amit én mondok, hogy, hogy a lapos, az szinte senki nem hiszi, szóval ez nem lehet igaz. Hogy ha, ha ez így lenne, akkor, akkor azt mondhatnánk, hogy a világ az gyakorlatilag mindent tud, miközben az ellenkezője az igaz. Én tudom, hogy ami a világban van, az hazugság. Ez minden egyes eleme hazugság. a, a akárhol is, Teljesen mindegy, hogy hol ütjük fel a, a, az internetet, amit a világ hírek, amik jönnek. Ez az egész egy, egy álomvilág. A, a, hírek egy gyártják. Ez is egy tény. Én erről is bemutattam számos videót, ahol, ahol elmondják azt hivatalos forrásokból, hogy a hírek egy gyártják. Én az, az, hogy van időjárás módosítás. Vannak cégek, amik időjárás módosítása szakosodnak. Az ENSZ-nek van egy climate engineeringnek hívják, az időjárás gyártásnak, vagy nem is tudom minek. Szóval ezek nem összeesküvés elméletek már, amiről én beszélek. Ez egy létező dolog. Csak az emberek azt választják, hogy nem hiszik el. Szóval én nem tudom, hogy hol, amit, amiről beszélek, ezek a rejtett üzenetek, vagy ezek a jelek, ez egy tény, hogy ez így van. Ezt, ezt nem lehet nem látni. Hogy, és ez mind csak attól az a probléma, hogy, hogy az ember nem nincs birtokában az igazságnak, hanem egy hazugság az, amit tud. És ha én azt mondom, hogy Koncsita, aki megnyerte azt az Euróvíziós dalfesztivált azzal a dallal, az egy az egy pogány rituálé volt. Minden Zenei, diátadó, koncert, egy pogány rituáli. Ez a definíciója annak, ami ott zajlik. Én azt is meg tudom mutatni mindenkinek, hogy ha valaki veszi a fáradtságot, hogy a transznemű mozgalom az nem egy új keletű dolog. Csak keresen rá mindenki a, a hijra dolgokra Indiában, vagy menjen vissza a görög, vagy a római, de akár egészen az írások kezdetebeli időszakra Babilóniába, a transznemű, az mindig is a, az Istennőnek a templomában szolgált. Ezek történelmi, hogyha valaki történelmet akar, ezek történelmi tények, hogy ez így volt. Az, amit most látunk a világban, ez a pogányságnak a kiteljesedése. Szóval én nem látom bele ezeket a dolgokat, ezek ezek. Csak mivel mi nem ezt tanuljuk az iskolában, hanem azt, hogy az, hogy, hogy görög, mitológia, hogy ez egy kitalált dolog, hogy az Istenek nem léteznek, hanem űrbe vagyunk, és az Istenek tulajdonképpen űrlények, amik repülő csészajba közlekednek, ezért senki nem foglalkozik már vele. De ez nem változtat a tényen, hogy egy zenei koncert, egy pogány előadás az Istennő tiszteletére, akit a világ imád. Csak tudatlanságában. Ezért beszél úgy, és ezzel befejezem, a Velszi herceg, hogy a természet az 125 trilliárd dollárra járul hozzá a, az éves költségvetésünkhez, ezt most mondta a World Economic Forumon, és nekünk sokkal jobban meg kellene becsülni a természetet, mikor az, az, az táplál minket, meg életben tart. Mert ők ezt a vallást követik. Az egész világ ezt a vallást követi. A természetet szolgálja. A, a, környezetvédelem ez csak egy vallás, amit régen úgy hívtak, hogy pogányság, ma ez környezetvédelem. Na mindegy, abba hagyom. Szóval érted, amit mondok? Ezek tények, amikről én beszélek már, ez nem, ezek nem titkok vagy, vagy elrejtett uh, üzenetek. Ez, ez, ott van mindenkinek a szem előtt. Uh -huh. még, 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 csak annyit hagyték hozzá, ez az átlag, a definíció az, az átlag az, aki vagy ami nem emelkedik a többi hasonló személy vagy dolog fölé, de nem is marad feltűnően alattuk. Olyan személy, aki, ami képességeivel, tud tulajdonságai kiemelkedik a hozzá hasonlók közül, ez az átlagon felül. Szóval az átlag az gyakorlatilag ezt jelenti. Jó, figyelj, feltettem neked körülbelül most 5-6 kérdést kicsit jobban elhúzódott, mint gondoltam, Igen. de ez nem is baj, mert legalább kifejtetted. Na most az egész az álláspontom az egész a kapcsolatban, amit elmondtál, én mondom azt, hogy, hogy meglettem győzve, pontosan Persze. azért, mert pontosan azért nem mondom, hogy meglettem győzve, mert hogy mondtam ezt a Google earth példát, és hogy így, 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 nem tudom azt elképzelni, hogy, hogy ne tudjak következtetni egyik dologból a másikba, viszont az mindenféleképpen jó, hogy, hogy kicsit más, más a retorikád azért, mint egy más vallással. Tehát én nem szeretem azt az asztalra csapunk, és akkor azt mondjuk csak azért, mert, mert megjelent előttem az Úristen, és akkor, akkor ennyi le van tudva, hanem azért az mégis, jó, hogyha objektíve ki vannak fejtve a dolgok. Nekem azok a dolgok, hogy minden, minden utalás, mindenhol utalások vannak, mindenhol el vannak rejtve, és, és, és az arcunkban van nyomva az igazság, ez, ez számomra kicsit ilyen, nem, 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 tudom, mert én nem érzékelem önmagamon, de nyilvánvalóan azért, mert ez az agymosásnak a része. Hát, Gondolom, ez a... a... tény, hogy ateista vagy bizonyítja. Nyilvánvaló. Ö, számomra, ez, számomra ez onnantól kezdve, hogy én nem látom, nem látom konkrétan Értelmét ezeknek a lépéseknek. Tehát, az a az alapoktól kezdve vagyok, akkor valószínűleg megrontva, mert én Isten lépéseit nem tudom megérteni, hogy miért ezt tettet, mert ha, én, ha van egy Isten, akkor az számomra legalábbis gondolom következetesen fog cselekedni, hogyha ő megteremtett minket, és azt feltételezzük, hogy ő jó. Nem ő a rossz. Tehát ő a jó. Uh -huh. Nekem logikai ellentmondás az, hogy például hogy lehet akkor, akkor rossz úgy, hogyha az hiába ő vagy nem ő, vagy az ő rossz kitejesítő, vagy, vagy, vagy megpróbál így minket nem tudom, befolyásolni, vagy tesztelni minket, hogy visszaetérünk még akkor is hozzá, hogyha ezek után még egy gonoszt is ideálítani. Hát de most, most, tehát most válaszolod meg. Vagy csak tudod. Mellesleg én nem azt akartam mondani, hogy ateistaként te rossz ember vagy, vagy tudatlan ne és félre. Így az előbb nem arra akartam kitérni, hogy most az bizonyítja, hogy ateista vagy, nem úgy értetem, hogy... hogy... Most elke, elkezdtem gondolatmetet, és nem tudom, hova akartam kiukadni. Azt akartam hozzátenni, hogy megválaszoltad te magadnak a kérdést. Hogy azzal, hogy már van gonosz, tulajdonképpen tesztel minket. Mert ezt de igen, akkor most már tudom, hogy mire akartam utalni. Arra, hogy ez, ez, ezek a lépések nekem nem nem feltétlenül igazolnak egy, egy nem hogy egy jóságos Istent, hanem, hanem egy igazságosat sem. Tehát ö, nekem, ahogy a mi emberek viselkedünk, ahogy látom például, hogyha, és most tényleg nem lelkekre akarok hatni, és most nem akarok itt <tosz> ilyen mindenféle <tosz> jelni, hogy de ha látom például a karitatív tevékenységeket, látom azt, hogy ember embernek mennyire tud segíteni, vagy, és most tényleg tudom, hogy az a világnak egy, egy nagy része az kuka. Tehát én is úgy gondolom, hogy, hogy egy, egy fertő az, amiben vagyunk, ez a, ez a rengeteg nyár, tenger, meg minden, tehát nem tudom, hogy ez most nem nem, az most csúnya számítottam, nem, de lényeg az, hogy ez azért még benne a határ, de Igen. ezt én is látom, és én is, én is hányok ettől. Tehát, de ezt, ezt már elmondtam is, én értem, hogy itt, hogy itt fejétől bűzlik a hal, de nem gondolom, hogy, hogy itt feltétlen azért lenne ez, mert, Isten ezt, ezt mint választás adta meg embernek. Mert nekem az elejétől kezdve, az, ahogy az Isten azt mondja, hogy vagy mész, vagy jobbra mész, vagy, bocsánat, vagy maradsz, vagy elmész tőlem, mert szerintem ez egy ja, ja, ja. helyesebb. Abszolút. Vagy maradsz, vagy elmész tőlem, de visszatérhetsz hozzám. Ja. Az nem Öl... volt benne, hogy visszatérhetsz hozzá. Az nem. Hát, bocsánat. A kezdeti, nem a kezdeti ö, üzleti ajánlat az volt, hogy vagy azt csinálod, amit mondok, vagy azt csinálod, amit az a fa mond, az kész. Vagy amit onnan szerzel meg. Nyilván a fa az nem Na, egy De vissza tudunk térni hozzá, végül is nem? Hát persze, de nem az volt a terv. Nem kellett volna eltálni. De most figyelj, azért azt érted azt a koncepciót, hogy te, tegyük fel, hogy mi, nincs ott, de ott mi az a volt a terv. Bocsánat, de, 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 nem, 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 várjál, azt az érted, hogy ha nincs ott az a fa, amiről mondod, hogy minek tette oda? Ha az nincs ott, akkor... nem mondtam ilyet. Tessék? Nem mondtam ilyet. Hát azt mondtad, hogy, hogy egy, egy, jóságos, meg igazságos Isten minek adja azt a választási lehetőséget, ami büntetéssel jár. Szóval akkor az, én abból arra feltételeztem, hogy ez Érted? Jó, igen. De érted? Igen. Most tegyük fel, hogy az nincs ott. Akkor mi értelme van az Akkor... Érted, akkor csak ott van az... Mit, mit, mit? De, de egy önigazolást akart az Isten. neki ő, ő, semmi közelem, ő neki nem, nem kellett igazolni nem. semmit. De ha nem kellett neki igazolni semmit, akkor minek kellett a fa? Hát ő azt akarta í í tudni, hogy az embernek a szíve hol van. Akkor is csak kellett egy, 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 feedback neki. Hát hogy de nem, egy értetős. Értetős. Jó, nem egy önigazolás, érted? nem egy önigazolás, egy feedback. ez, ez ez így van az életben, és hát azért van az iskolában dolgozott, hogy teszteljék, hogy a gyerek mit tud, és azért lehet egyest kapni, hogy, hogy legyen valami értelme oda Hogyha... Jó, tehát az embert, és akkor, és akkor tesztelte, hogy... Most de nézd, ha nincs választásod, ember nem... de ezt, ezt meg kell, ezt, ezt a dolgot ne hagyjuk abba addig, amíg ez nem világos. Ha nincsen választási lehetőséged, nincs értelme az életnek. Mint ahogy a világ ember, többségének, életének nincs értelme. Mert nincsen abszolút jó és rossz. igaz mi és értelme, ha... Mi értelme van az életnek? A, ez, ez Prédikátor 12.14 leírja, féljed Elohimet és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az ember fő dolga. Szóval ezt én meg tudom neked válaszolni egyszerűen. Nekem itt ellentmondásos, nekem innentől kezdve ellentmondásos, hogyha az az élet értelme, hogy szeressük az Istent, és... és, és, és Féljed Elohimet. Bocsánat, akkor féljük. Ö, legyen akkor. Um, jó. Ö, a fogalmakkal... Na ez a másik egyébként, most, amit kicsit, ahhoz, igazabban. Kicsit most... Ö, 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 itt matekoznom kell, hogy még ilyen fogalmat használjak. Jó, akkor féljük Istent. De hogyha mi abból az állapotból indultunk ki, és úgy, úgy teremtett meg minket, hogy féljük Istent, akkor onnantól kezdve már megvan a, 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 az élet értelme. Tehát onnantól kezdve, De... minek, minek az az értelme, tehát miért kell egy, egy olyan dolgot csinálni, amitől lesz értelme, hogyha már megvan az értelme. Ha, nincs. ha már benne vagyunk az értelmében. Nincsen választási lehetőség. Akkor nincsen bizonyítéka annak, hogy mi van a szívedben. De én azt nem értem, vagy tényleg szeretném megérteni. Én szeretném inkább megérteni, mint hogy megértetni veled az én álláspontomat, mert én szerintem te érted, amit én mondok. De hát vagyunk, vagyunk, vagyunk A pontban. És az az élet értelme. Az A pont. Akkor onnantól kezdve nem az az élet értelme, hogy választhatunk, hogy nem A-ba vagyunk, hanem B-be hanem onnantól kezdve nem kell értelmet adni az életnek, mert már benne vagyunk abban, mi az értelme az életnek. Nincs nem ez... tudom, hogy ez érthető. Nem. Vagy nem az, hogy nem érthető, hanem nem így van. Ha, nincsen választási lehetősége valakinek, akkor nincs értelme az életének. Egy robot az, aminek nincs választási lehetőség. A robotnak ez a definíciója. Be van programozva, hogy azt csinálja, amit mondanak neki. Ha nincs ott az a fa, akkor az egy robot lett volna, azt mondja neki, hogy te egy robot vagy, nincs semmiféle választási lehetőséged, itt vagy dolgozol, műveled, az összes váró lehetsz visz, lát, én meg megyek a dolgomra. Kit érdekel, hogy mit csinálsz? De akkor ezek szerint baj, hogyha nem vagyunk robotok? Hát hogy ne lenne baj? Hát persze, hogy nem, nem az, hogy baj vagy nem, nem vagyunk azok. Szóval ha baj, ha nem, ez a default, vagy ez az alapfelállás, hogy nem vagyunk azok. Szóval azon fölösleges egyáltalán de most az előbb elmondtad azt, hogy, akkor, hát akkor meg robotok lennénk. Hát az a jó, hogyha robotok vagyunk, nem? Hát, olyan érte, nem vagyunk robotok, hogy ha tudatosan azt választod, csak az nem egy robot, mivel a robot nem tudatos. A robotnak nincs választási lehetőség, ezért egy robot. Ez, számomra ő Ez, ez egy... De ez nem az. Nem, nem, ez... Figyelj, ezt mondtam az előbb az impotens dologa. Ha, ha valaki impotens és nem csalja meg a feleségét, az nem jó az az ember, az egyszerűen csak nem tudja megtenni. Aki nem impotens és nem csalja meg, az a jó, mert ellenáll a kísértésnek. Értad? Szóval ha bezárom a, a feleségemet, és azt mondom neki, hogy, hogy ő hűséges, nem? Ott ha, ha, ott be van zárva, persze, hogy hűséges nem tud mit csinálni. Szóval sose derül ki, hogy hűséges lenne. Ha kiengedem az utcára, akkor derül ki, hogy szerete vagy nem. Ő is ugyanezt akarta. Szeretsz vagy nem, bizonyíts be. Bizonyíts be, hogy szeretsz és félsz, és azt csinálod, amit mondtam, és engedelmes vagy. Bizonyíts be, mert van lehetőséged arra, hogy ne azt csináld, amit mondok. Meg fogod büntetni érte. Szóval tudod most, úgyhogy ez egy felajánlat. Ott van a lehetőség. Csinálj, amit akarsz. De nem tudom a, a, Bibliának az ide vonatkozó részét, de Isten megteremtette az embert jónak, nem tudom, tehát valami... Az van, ő képére és hasonlatosságát. Ő kap képére hasonlatosságát. Nem jónak, hanem az ő képére és Bocsánat, nem vagyok vele tisztába. Köszönöm, hogy kigazd, kigazd, Nem, kigazd, nem, nem, de, nem, lényeg, de ne félre, nem, az, azt akarom ebből kihozni, hogy jól felismerted ezt a dolgot is egyébként. A fogalmaknak van jelentősége. Nem használhatod azt a, azt a terminológiát, amit a világ használ igazságra, jóságra, gonoszságra, valóságra, mivel az írások nem azt használják. Szóval, mint ahogy nem mehetek oda a matematika órára, és azt mondom, hogy az egyenlő az azt jelenti, hogy érted, nem, nem, nem vihetek bele az, az egy, egy van, van minden tudománynak, van egy terminológiája, amit használ. Ha én más értek a jó alatt, mint te, akkor el fogunk beszélni egymás mellett. Szóval, ha, ha érdekel az írásoknak a, a, az igazsága, ahhoz meg kell ismerned a terminológiát, hogy beértes is minden egyes alkalom, amikor azt mondja, hogy jó, ő nem arra gondol, amire valószínűleg most te, mikor azt mondja, hogy gonosz, akkor nem arra gondol, vagy azt mondja, hogy igazság, akkor nem arra gondol, hanem arra, amit ő meghatározott annak. És így akkor elkerülöd azt, hogy, hogy szóval így közelebb jutsz a megértéséhez ennek a dolognak. Én, én ez értem, értem, értem egyébként egy -egy ter a ter ter terminológiát, azt nyilván ismerni kell, én viszont a magát az alapszituációról beszéltem. Tehát ez igazából terminológiától független, mert ez csak egyféleképpen lehet értelmezni. Hogy de még most vagyunk, se érthető, ott, amit mondok? De amúgy... Már, az olyan, olyan értelemben, nekem, be, hogy... Nekem, 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 ez, akkor is egy olyan mondás marad az, hogyha vagyunk A pontban, és az az élet értelme, akkor, akkor nem az az élet értelme, hogy van egy B pont, és azt is választhatjuk. Nem. Egy dolog van, az az élet értelme, az már meg. Az van, élet értelme, értelme az, hogy fél el, és az ő parancsolatait az és, megtartsad. És, és, ennyi. De, de, de érted a... Meg volt az élet értelme, kész pont, Nem, 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 nem volt élet meg. Lett még egy B. De nem? nincs B. Az élet értelme az, hogy féljed el és az ő parancsolatait megtartod, ez világos, nem? De amikor megteremtette az embert, nem félte őt? Hát én nem tudom, az bizonyította a cselekedeteivel, hogy nem, nem? Hát hogy figyelj, az nem félelem, hogyha nincs alternatíva, hogy ne féljen, nem? Mi mitől féljek, hogyha nincs, nincs mitől félnem? Hogyha nincs választási lehetőségem, akkor hogy féljek? <laughs> Minek egyáltalán, hogy tudom megtartani a parancsolatait, ha nincs választási lehetősége? Minek mondja azt, hogy féljed Elohimet, és az ő parancsolatait nem de betartsad, mikor nincsen alternatívám, mikor akkor nem... visszajöttünk oda, amit az elő, elé mondtam, hogy akkor kellett az Istennek a teremtményeitől még egy visszaigazolás, hogy tényleg félsz engem, vagy nem félsz? Ez visszaigazolás, hát persze, hát hogy kellett. kellett. Igen, de nem ön, önigazolást. Te azt mondtad, hogy ön, önigazolás. Ezt úgy fogalmaztam, de később Persze, Ö, ja, csak, csak, így így ez, csak ez más dolog. Hogy ne? Kéne? Hát figyelj, bizonyítod kell minden nap, hogy azt csinálod, amit. De érted, hogy nincs értelme ez azt mondani, hogy tartsd meg a parancsolataimat, ha nem tudod nem megtartani. Az, hogy az ő saját képérés hasonlatosságára teremtette, az, az nem csak azt jelenti, hogy jó volt. Az azt is jelenti, hogy kreatív volt, hogy voltak vágyai, voltak érzelmei, mint ahogy neki vannak. Azt mondja, hogy hogy füst az orrából, amikor haragszik. Szóval ismeri azt, hogy milyen a harag. De az, hogy ő Isten, az nem azt jelenti, hogy neki nincsenek érzelmei. Jó. Vagy... De értem, amit, mondok... a... amit Az, hogy azt mondod, hogy majd teremtette Isten a, a, az ők kis lényeit, hmm. és még ez mellett kellett neki még egy visszaigazolás, hogy ő tényleg félike vagy nem, tehát adott neki választási lehetőséget, ezért választották a B-t, de, onnan, onnan de igazából az egésznek az értelme, tehát az élet értelme az, hogy visszajussanak ába. Nem. Az, nem? az, csak, az, az csak az következménye, hogy nekünk vissza kell. Mi ott voltunk. Mi, mi csinálhattuk volna azt, amit mondott ez már egy B-terv, amiben mi most vagyunk. Ha engedelmeskedünk, akkor erre nincs szükség. Érted? Nem, nem az volt a cél, hogy visszajussunk. Mi ott volt, az volt a cél, hogy ott maradjunk. De igazságból szerint az se volt a cél. A cél az volt, hogy vajon az ő lelke, az ő ruachja tud-e az emberben lakni? Amíg azt csinálod, amit mondott, addig tud. Amikor nem azt csinálod, akkor meg nem tud. Ez egy sokkal komplexebb dolog, mint ennek most próbáljuk ezzel a beszélgetéssel ezt beállítani. Ez nem, nem, olyan, nem olyan, egyszerű, hogy, hogy, ő csak egy visszaigazolást akart, vagy, vagy azok az emberek rosszak voltak, és nem azt csinálták, amit ő mondott. Az ember sokkal komplexebb attól, mint sem, érted, ahogy féljed el, és az ő parancsolatot hogy meg. Az embernek van, van, egy, egy rakás érzelme, ami természetes, és ami a teremtőtől jött, de annak nincs értelme, ha neked nincs választási lehetőséged félelem, eh, harag, dű, indulat, szeretet, eh, együttérzés, ennek mindnek nincs értelme, ha nem tudok választani. Ez csak azért nyer értelmet, mert tudok választani. A karitatív szervezet, amiről beszélsz, csak azért létezhet, mert van az embernek választási lehetősége. Van, aki tud segíteni, meg akar, van, aki meg nem tud és nem akar. Szóval, ha nincs választási lehetőség, akkor nincs értelme az életnek. Az állat olyan. De állat már volt akkor, valami többet akart annál. Olyan már volt, ami azt csinálja, amit amire rá, be van programozva. Azt állatnak hívja. Jó, hát euh, amit te mondasz, ez, ez, ez pusztán egy olyan dolog, hogy azt az ember vagy elfogadja, vagy, elfogadja, vagy elveti. Abszolút. Na most én, 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 én ö, számomra számomra ez, ez egyik se. Holott én mondtam már neked előbb is, hogy én keresem még nagyon a, a, az igazságot, meg az egészet, mert én szerintem nagyon nem ott van, ahol én gondolom, és napról a napra rájövök arra, hogy... Miért hol gondolod, hogy te, hogy van? van. Tessék? Hol gondolod, hogy van? Vagy mi az, amiben te hiszel? Vagy mi az, amiben te vagy most? Én egy ilyen vegetatív állapotban vagyok, <laughs> őszintén szóval. <gül> <gül> én, egy, ilyen, egy, 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 hogy mondjam... Limbo. Tehát, igen. Ö, az igazság, vannak olyan pillanataim, amikor kicsit így megpróbálom, sőt, minden pillanatom olyan mostanában, amikor így kívülről szemlélem így az embereket, és így észreveszem azt, hogy hát, nem, nagyon sokszor nem látom azt, ami, ami létezik. És sokszor nem hiszem el azt, hogy ezek a dolgok léteznek. Például, mit tudom én, van egy csoport, van egy, van egy jelenség, és a jelenség köré egy csomó ember gyűlik egy teljesen érdektelen jelenség, és most bármit bele lehet ebbe képzelni. Nem hiszem el, nem láttam még azokat az embereket, nem találkoztam még olyan emberrel soha az életben, akik ez jelenség köré ezren millióan tódulnak. Mégis léteznek, és ilyen, ilyen, dolgok sokaságával találkozom nap, mint nap, és én viszont nem tapasztalom, mégis egy jelenség és létezik, és rajtam kívül létezik, sokszor úgy, úgy érzem, mint hogy egy teljesen másik dimenzióba lennék, mint azok az emberek, mint egy másik létsíkon lennék azok az emberekkel, akikkel végül is egy létsíkon vagyok, de valahogy mégis más. Nem tudom, egyébként érhet amit mondok, mert... Nekem így kezdődött de... ez az egész dolog, amiben most vagyok 15 évvel ezelőtt, az az állapot, amit most leírt. Jó, tehát nagyjá, nagyjából is vagyok, de viszont a kérdésekkel szerintem akkor most itt én végeztem a részemről, hogy viszont már tematikátlan, tehát én nem tudom, hogy akkor hogy folytatódjon. Figyelj, az, szerintem az lenne a legjobb, hogyha ha gondolod, akkor egy egy következő alkalommal megpróbálunk azt, amit, amiről beszéltünk, hogy ha van kedved a következő alkalomra, hogy akkor én is fogok kérdezni, és akkor megpróbálom kideríteni, hogy mi az, amiben hiszel, és akkor próbáljuk folytatni ezt a idézőjelbe vett teológiai vitát egy ateistával. <laughs> az ugye, ez az ön Szóval, ha érdekel, akkor térjünk vissza rá, és akkor megpróbálok én is jobban felkészülni, hogy mi az, amit én meg tudok kérdezni, meg akkor ki hát tudod persze, fel... meg ez inkább, inkább, inkább a te oldaladról szólt most. most Oké, okay, hozzá szóltam, de most nem... nem. Kifejtett te, hogy mi az, az ami, amiben uh -huh. te hiszel, és akkor uh -huh. megpróbálok én uh, feltenni néhány keresztkérdést, hogy, hogy beszéd, vagy gondolkodásra ösztönözzelek. Most nem az, hogy meggyőzzelek, hanem úgy kiderüljön, hogy mi az, ami a te elképzelésed a világról, aztán lehet, hogy, vagy szerintem az, az nagyszerű lesz, hogyha többet tudsz szóhoz jutni, meg el, el, el tudod mondani, hogy mi az, amiben hiszel, vagy mi az, ami, vagy akármi, amit gondolsz. Ja, úgyhogy én, én szerintem teljesen. Szuper teljesen szuper volt, akkor én nagyon örülök, hogy azt így elfogadtad, mert ugye én voltam a kezdeményező, aki ugye rád írt, és mondtam, hogy akkor legyen egy, hát nem vitának nem nevezném inkább egy ilyen eszmecsere szerűség, mert oh. ez nem vita. Tehát én, én, én nem, nem tudok ezzel vita, vitatkozni, mert felesleges. Ahogy elmondtam neked, csak úgy vitatkozni, hogy azt mondom, hogy jó, van hülye vagy, azt ott hagylak. Tehát eh, akkor meg az egésznek nincsen értelme. Nagyszerű úgyhogy... volt szerintem. nincsen. Bye. Úgyhogy ja, akkor a legközelebbi alkalom akkor legyen az, hogy akkor ez, a, ez a nézőpont is egy kicsit kapjon egy kis hangot, és akkor, akkor lesz úgy nagyjából teljes. Jó. Jó? Rendben, szuper. Köszönöm, hát, ó, akkor, a hogy beszéltünk, és folytatjuk. Oké, okay. szia.